Sziasztok, én Dévényi Natália vagyok, az első és az eredeti Shaman Piercing alapítója. A munkám kapcsán nagyon sokat szerepelek az interneten, illetve különböző social media felületeken, és rendszeresen azt a visszajelzést kapom tőletek, hogy nem csak a munkám vagy a foglalkozásom érdekelt titeket, hanem a magánéletem, vagy egyáltalán az életutam. No hát ez a riport most ezt az űrt hivatott betölteni, és remélem, hogy valóban inspirálóan fog hatni, főleg a hölgyekre, és ezen belül is olyan nőkre, akik a gyermeküket egyedül nevelik, ahogyan ezt én is tettem. Szia, Nati! Szia, Kriszti! Mielőtt kitaláltuk azt, hogy lesz ez a forgatás, és hogy körülbelül mire gondoltál, én már elkezdtem gondolkozni címeken, és voltak frappás címeim, de te, amikor felhívtalak, azt mondtad, hogy megvan, kitaláltam. Igen, hát én nagyon egyszerűen úgy gondoltam, hogy legyen az ennek a címe, hogy 0-ról 54-re egy pillanat alatt. Mert én nemrég voltam 54 éves, és aki még nem ennyi idős, az nem tudja, de tényleg egy szempillantás alatt telnek el ezek az évek. Tehát nem is tudod, hogy, és egyszerűen itt találod magad. Vissza tudsz emlékezni arra a pontra, hogy amikor elmesélték neked, hogy hogyan születtél, a születésed körüli történetek, vagy az azt megelőző történetek? Hát azt megelőzőket olyan nagyon sokat nekem így nem meséltek, hogy mit tudom én, tudod, akinek jó a kapcsolata esetleg az édesanyjával, az mesél, hogy amikor még a hasamban voltál és csuklottál, és mint amit én a fiammal kapcsolatosan emlékszem. Ilyenekre nem emlékszem, meséltek egy-két történetet, a születésemről van egy történet, ami nagyon megfogott, az pedig az, hogy állítólag a bába, vagy szülésznő, vagy aki ott segédkezett, ugye aki elviszi a gyereket, és először lemosdatja, vagy megtörölgeti, felöltözteti, hogy állítólag majdnem elejtett, mert a göncölszekér van a hátamon anyajegyekből, tehát ilyen kicsi pöttyökből, és hogy az szó szerint tényleg pontosan a göncölszekér, ami egyébként igaz is, tehát az a csillagkép. És ez a nő teljesen ott meg volt győződve, ebből egy ilyen nagy esetet csinált, hogy húha, hogy ez a gyerek, ez biztos valami különleges lesz, mert hogy ő ilyet még nem látott. Úgyhogy erre emlékszem, ezt nagyon sokszor elmesélték. Meg amiket szoktak mondani a gyereknek, hogy mi volt az első, amit mondtál, hát én állítólag azt mondtam először, hogy ha ugat a kutya, ezt így a magam ha nugat a kuta nyelvén, és nagyon szerettem a kutyákat már picinek is, és ami még egy ilyen örök visszatérő momentum volt, szegény nagymamám mesélte mindig, hogy az volt az első ilyen összetett mondatom, hogy februárban mindenkinek veszek zoklit, mert hogy sajnáltam állítólag, hogy mindenki fázott, vagy hideg volt, és akkor ez volt erre a megoldásom, hogy februárban mindenkinek veszek zoklit. Milyen gyerekkorod volt? Hát a nagymamám körüli létet, vagy ami a nagymamámon múlott, vagy ami vele történt, leszámítva nem igazán jó, de szerintem amúgy is minden gyereknek az a csoda, ami a nagyszülei, vagy arra emlékszel vissza, amikor nála. Az, talán az egy ilyen kötetlenebb dologot nem kell tanulni, nem kell, nem tudom, szerintem azért szereti minden gyerek ezt az emléket a legjobban én is. Akkor is bele fogok kérdezni, igen, hogy ez tabu téma nálad, hogy nem. Az édesanyáddal milyen volt a kapcsolatod? Nem, egyáltalán nem. Nekem sajnos egyik szülőmmel se volt olyan jó a kapcsolatom, vagy ilyen igazi gyerek-szülő kapcsolat, egyáltalán nem. Hát anyám ott sok probléma volt, tehát ő egy ilyen igazi idegbeteg nő volt. Utólag összerakva a képet, apám egy nagyon sikeres, jómódú, ilyen igazi playboy-szerű régen motorversenyző, akkor az Átkosból, ugye 69-ben születtem. Az öreg maszek volt, akkor volt kiküldetésbe Bécsbe, ennek sokat köszönhetek később ugye a nyelv tudásaimat, és szóval ő nem is egy ilyen családapának vagy férnek való volt, anyám viszont nagyon szép nő volt, nagyon vékony, nagyon magas, nagyon gyönyörű manöken volt, és szerintem ez innen eredhetett ez a konstrukció, hogy anyám szerette volna megfogni apámat, és akkor valahogyan így születhettem én. Apámnak ez már a harmadik házassága volt, anyámnak akkor az első. És szerintem egyik se volt igazán szülőnek való. Anyám nagyon sokat bántott engem gyerekkoromban, fizikailag is, tehát nagyon sokszor megvert, csúnyán megvert. De én ezt abszolút kizártam, tehát nekem nincsenek ilyen álmatlan éjszakáim, nagyon-nagyon régóta.
én ebben nagyon nagy vagyok, én nem tudok megbocsátani, ez biztos intelligencia kérdése, én ezt vállalom is, én nem tudok. Szerintem minden embernek van lehetősége eldönteni, mielőtt megbánt, megsért, becsap, stb. Csinál ellened, hogy ezt szeretné elkövetni, vagy sem. Ha pedig valaki úgy döntött, hogy ezt megcsinálja, akkor tessék ennek viselni az ódiumát, én nem bocsátok meg, nálam nincs második esély. Óriási tehetségem van ahhoz, hogy én úgy tudok embereket elfelejteni, mintha nem is léteztek volna, élén a saját anyámmal, sajnos. Szerintem ezt egy pszichológus jobban el tudná magyarázni, biztos ez is egy módja a feldolgozásnak. Én ezt így, ha te most nem kérdezel, akkor lehet nekem utoljára 3 éve jutott eszembe. Nem tudok ehhez mást mondani. Szóval, ami anyámhoz fűződik, az egyáltalán nem szép. Leginkább arra emlékszem visszatett, hogy egyedül nagyon-nagyon szerettem lenni, és mindig attól féltem, hogy mikor jön haza. Tehát nekem az, amikor így fordul a kulcs a zárba, az nem egy ilyen öröm, hogy na most már végre nem vagy egyedül, mert hazajön valaki, hanem ott szűnt meg a dolog. Addig oké volt. Például mindig emlékszem arra, hogy halkan hallgattam a tévét, hogy halljam, hogyha jön. Érted? Ezek nagyon erős szavak, különben egy visszagondolva, hogy gyerekkorodban ez milyen... Igen. Milyen érinthetett téged, hogyan tudtál ez ellen védekezni, és mikre emlékszel, ami tényleg ez a bántás volt, legyen a szóban vagy tedben? Hát ami olyan igazi csúnya volt, talán a legcsúnyább, amikor megvert, az ugye hozzátartozik, majd mesélek így a gyerekkoromban, hogy 1 éves koromtól ugye kint éltünk Ausztriába, apám kiküldetésbe került. 6 éves koromig, ott még azért úgy elmentek a dolgok, mert anyám és apám is ott volt, ott a nehézséget az okozta, hogy amikor kimentünk, egy szót se beszéltem németül, bekerültem ott egy óvodába, és inkább ez töltötte ott ki az időmet, de mivel ott volt anyám és apám is, azért ketten együtt nem voltak olyan rosszak, úgymond. És aztán, amikor hazajöttünk, amikor ők váltak, akkor én olyan 7 éves, és akkor elkezdtem az első osztály első felét Magyarországon, a Alkotmány utcai általános iskolába jártam elsőbe, kérlek, és előtte még beleesett ebbe az 1 évbe az első fele, akkor pedig óvodába jártam, és soha nem felejtem el, hogy az apám feljött, és hozott nekem ajándékot, és anyám nem engedte, hogy találkozzak vele, de én borzasztóan örültem, és mentem, vagy vitt haza anyám, és már kocsiban nagyon boldogan mutattam, hogy mit kaptam apámtól, és hazaértünk, felmentünk a lakásba, és cudarul megverte, akkor tényleg ilyen betyárosan, és arra emlékszem, hogy szaladtam, tehát menekültem előle a lakásba, érted? Hogy ne érjen utol, aztán elkapott, és akkor levágta a hajam, nekem fenékigérő, gyönyörű, barna, hosszú hajam volt. Nagymamám mindig gyönyörűen befonta nekem, nem vagyunk romák, tehát nem hagyományból vagy tradícióból volt hosszú a hajam. Egyébként a nagyanyámék, ők teljesen magyarok, felvidéki magyarok, mostani Ukrajna Csapról származik a nagymamám, apám családja, vagy hát apámék, ők pedig zsidók. Ott sajnos apámat leszámítva, tehát az anyja, a nővére mind meghaltak, ők Bergen-Belsenbe a koncentrációs táborba. Szóval arra emlékszem, és akkor kirakott anyám egy bőröndel a ház elé, és akkor egy Ilonka néni volt a házmester néni, akkor még ilyen létezett, tehát annyira emlékszem arra a portás fülkére, mindenre, amit el tudsz képzelni, egy darabig ott ücsörögtem a bőröndön, mert nem volt ott telefon, meg semmi se, te Jézus abban az időben. Beszélünk itt 75-ről kb. És akkor azt mondta anyám, hogy ha annyira szereted apádat, akkor menjél hozzá. Érted? Hát hol lett a 6 éves gyerekemet, egyedül az utcára nem engedném ki egy pillanatig se, ha nem fogom mind a két kezét, érted, vadul. Szóval ő ilyen volt, ő egy ilyen elmebeteg nő volt, akit szerintem leginkább az motivált mindig, hogy milyen embert mire tud használni, hogy tud ezen előrébb jutni. Bármikor megkérdezted tőle a miértet, vagy pedig? Igen. Amikor a nagyanyám haldoklott, aki a csoda volt az életemben, és akinél jobb, szentebb, szorgalmasabb, tisztább asszonyt nem ismertél a földön, hidd el, hogy te se, és én se. És ő sajnos 1 hónapig haldoklott, anyám már akkor Ausztráliába jött, és hazahozattam. És akkor egyszer hazahoztam anyámat Győrbe, amikor már meghalt sajnos a nagyanyám, mert akkor én már Győrbe éltem. És az úton elkezdett nekem ilyen sztorikat mesélni, amikor én kicsi voltam, de olyanokat, mintha valami mesekönyvbe olvasta volna. És akkor mondom neki, tehát mondom, lehet, hogy én a Csekettőt néztem, te meg teljesen mást, de mondom, itt nem ugyanarról a sztoriról beszélünk. Azt mondja, miért? Azt mondja, mondom neki, te is, amikor a hajamnál fogva verted a fejemet a mosdókagylóba,
És akkor nem bántottál többet, amikor azt mondtam, hogy kimegyek a folyosóra, és üvölteni fogok, hogy hívjanak rád mentőt, mert te bolond vagy, mert nem vagy normális, mert minden nap megvered a gyereked, és onnantól nem nyúltál többet hozzá, mert rám nézett anyám, és azt mondta, ó, ilyen nem volt. Hát mondom, én még milyen volt. Érted? Ő is csak a szépre emlékezett. Komoly, nem? Mintha nem is történt volna meg. Ja. Volt valaki, akivel megbízhattál annyira, hogy elmondtad neki, az apukádnak szóltál, a nagymamának szóltál, tanároknak, barátoknak? Nem, én ezt megoldottam. Én egy ilyen nagy megoldó vagyok a mai napig. Soha nem kérek senkitől segítséget. Ilyen kicsiként, ennyi idősen megoldottad? Soha. Mindent. Mindig egyedül. Magamban nagyon nagy tulajdonságom, borzasztóan tudok egyedül lenni. Engem avval nem tudsz megijeszteni. Érted? És akkor is én 5 éves koromtól egy kulccsal a nyakamba voltam jóformán. És én erre mindre emlékszem, és nekem jó volt, én szeretek, én a mai napig szeretek egyedül lenni. Az igazi, okos gondolatok, a teremtő dolgok akkor születnek, ha egy ember tud magába nyugodtan ellenni és agyalni, gondolkodni. Ha mindig ilyen közönséget kell hívjál magadra, érted, ahhoz, hogy ellegyél, semmit nem tudsz az életedbe létrehozni. Én ebbe hiszek. Szóval akkor is nem olyan volt az én gyerekkorom, hogy éheztem, hogy ott a Vöröshez kereszthez kellett menni. Nekem ez volt a természetes, én nem ismertem mást. Az a gyerek, aki így él, az nem tudja, hogy a másik meg úgy él, hogy egyfolytában lovagol a nagyapjának az ölébe, és minden nap 6-szor elmondják neki a mondókát. Érted? Nem tudod. Neked az a természetes, amiben vagy. Addig a pillanatig, amíg nem látsz tényleg olyat, ami... Igen, de hát ezt mikor láttam? Láttam aztán, volt az iskolában, aztán volt egy olyan barátnőm, akinek egy ilyen csoda anyukája volt, majd mesélek róla, de addig nem. Nekem az addig így természetes volt. Én ezt abszolút így megoldottam magamba. Igazából aztán ugye anyám újra férhez ment, visszamentünk Bécsbe, ahol ugye addig is éltünk. Ez az egy éve sajnos arra volt pont elég, hogy úgy, ahogy megtanultam, egy pillanat alatt, ilyen piciként németül, úgy el is felejtettem, képzeld el ez alatt az egy év alatt. Úgyhogy amikor visszakerültem, akkor újra meg kellett tanulni németül, ráadásul egy ilyen elég beszabályozott közegbe kerültem, hiszen egy katolikus általános iskolába iratott anyám. Hát ahhoz meg kellett keresztelkedni, mivel nem voltam megkeresztelve, úgyhogy én vagyok az, aki gyalog mentem egyedül az oltárhoz, mert hát ugye már akkor 7 éves voltam. És úgy keresztelt meg a pap. Az iskola nagyon-nagyon jó iskola volt, eszméletlen tartást, olyan erkölcsi alapokat, olyan etikát, morált, mindent, ezt tudat alatt, mert akkor ezt nem tudtad, hogy ezt annak hívják, vagy ebből lesz az. Volt egy osztályfőnök, akire borzasztóan felnéztem, szóval ő egy csoda volt a szemembe, és mindent megtettél azért, hogy neki megfelelj, vagy ő megdicsérjem, vagy pedig egy jóságos nő volt, és soha egy szóval nem bántott minket. Ő neki a mai napig még a szoknyájára is emlékszem, érted mindenre? A piros töltőtóra, amit kaptunk, mindenkinek egyforma volt, és bele volt gravírozva a neve, szóval... Az egy csoda volt, aztán anyám már berakott ugye kollégiumba, nem a legjobb volt az eleje, ugye mivel nem voltam vallási közegben, nem jártunk előtte templomba, azért gondolj bele egy 7-8 éves gyereknek, ott minden sötét, fekete, ijesztő, azért azok a szobrok, vagy azok a festmények, vagy szóval azért azt úgy azért az kemény volt, és mi minden reggel 7-kor azért ott térdeltünk. Szóval nem azt mondom, hogy a Jóistennel a viszonyom elsőre zökkenőmentesen indult, de most nagyon jóban vagyunk már nagyon hosszú évek óta, de másképp. Például nem szeretek nagyon misére menni egyáltalán, nagyon szeretek templomba menni, szép templomokba. Ott én elbeszélgetek vele nagyon sokáig magam, de nem vagyok ilyen mise járós, de nagyon-nagyon hiszek benne. Borzasztóan sokat köszönhetek, szerintem mindent neki köszönhetek. Úgy tudnám inkább mondani, hogy a Jóisten mindig adott nekem lehetőséget, és én nekem mindig volt hozzá szorgalmam, hogy kihasználjam, amit ad. Mire emlékszel gyerekkorodban még esetleg az iskolai évekre, voltak-e ott barátaid, akik be tudták kapaszkodni az édesanyád miatt? Nem nagyon. Ott, amikor bekerültem ugye ebbe a kollégiumba, ott nappal világi tanárok tanítottak, ugye délutántól, vagy hát éjszaka ugye apácák vigyáztak ránk. Ők nagyon-nagyon rendes emberek voltak, de velük közel kerülni nem tudtál. Sok olyan is volt közöttük szerintem ma már a mai eszemmel, aki nem biztos, hogy magától választotta ezt a hivatást, vagy ezt a pályát. És ezért nem olyan nagyon boldog emberek voltak, de mindent megtettek értünk, soha nem bántottak, vagy Uramisten, de hogy. Sokféle gyerek járt oda, ez egy viszonylag drága magániskola volt, és arra emlékszem, hogy féltem az elején nagyon, tehát ott azért előfordult olyan szégyen, nem szégyen, hogy 7-8 éves koromban is éjszaka bepisiltem,
Mert mondom még egyszer, tehát ez az, hogy reggel 6-kor felkelsz, hogy sötét van, hogy abban a ridegben, abban a hidegben ágyalogolsz a templomba, érted, hallgatod, amit nem is érted, mert én ott hallottam először a Bibliáról, nem hogy még tanultam volna, vagy érteném, hogy mi zajlik benne, és azért nem egy gyerek nyelven magyarázták ezt akkor ott el. De meg ami inkább ez a kicsit, ez a kivetettség, hogy ott azért mindenki szépen járt, drága ruhákba járt. Ott is meg volt akkor a divat, mindenki Benettonba, Lacoste-ba, balettra jártak ezek a gyerekek, érted? És nekem meg úgy nem volt semmim, érted? Volt két nadrágom, és hát az se jó volt egy jó állapotban a hétvégére. És ettől rosszul érzed magad, mert a gyerekek ridegen őszinték, ott nincs udvariaskodás, hogy jaj, de csinos vagy, érted, nincs, hanem ott megmondja, hogy te csöves vagy, csóró vagy, érted, miért nincs több ruhád? Megkérdezi, nem rossz indulatból, de neked nincs, érted? Ez aztán nagy meghatározója, bocsáss meg, az egész további életemnek, mert mindig a szépre vágytam, mindig a jóra, mindig a csillogásra, mindig a tündöklésre, és ezt aztán felnőttként, hála a Jóistennek, aztán talán szabad mondanom, hogy sikerült is megvalósítani. Nagyon nagy a kontraszt a között, amit mondtál, hogy az édesanyád vagy az anyukád hogy bánt veled, illetve hogy mégis egy drága iskolába járatott ennek. Mi lehet a magyarázat? Hát gondolom ezek a külsőség, tehát ez mindig erről volt, hogy ő aztán tipikusan az a szülő volt, hogy tök másképp beszélt velem, ha négy szem közt voltunk, uramisten köszönő viszonyban se volt, mint mások előtt. Mások előtt szétnyávogta magát. De látod, én erre az egyre nagyon büszke vagyok. Én pont ugyanúgy beszélek a gyerekemmel. Előtted, mások előtt, hátam mögött, mindenhol. Tehát én merítettem, ugye mindig azt mondom, hogy a gyerek máshol, de én hála Isten az ellenkezőjére fordítottam. Ami velem történt, az soha nem történhet meg az én gyerekemmel. Szóval a látszat ennek abszolút a magyarázata, hogy ami a külvilágnak volt, az igen. Meg hát ki tudja, hogy ezt kifizette, én azért nem gondolnám, hogy anyám, szerintem ezt inkább apámról szedte, miután már el voltunk takválva. Mert azért, ha apám jó rendesen megfizette, akkor láthatott engem csóró, szóval, hogyha úgy nem úgy jött a gyerektartás, akkor azzal volt ugye ő büntetve, vagy fogva, hogy akkor nem láthatott engem. Ő nem tudott utazni, ezt azért el kell meséljem, hogy meséljek érdekességeket is, hogy anyám hogy oldotta meg apámat, hogy már ne legyen az útjába. Ugye egy évet itthon voltunk, amikor ők elváltak, ugye itt jártam egy fél évet óvodában, meg egy fél évet általános iskolába. Visszamentünk, akkor anyám hozzáment egy pasihoz, aki 9 éves korától ő magyar származású volt, de már Ausztriában élt. Őt Ickovics Jánosnak hívták, egy nagyon egy tüneményes ember volt, nem volt gyereke, zsidó származású volt ő is, de ahhoz képest szerintem a maximumon próbált meg mindent velem, gondolom azért, mert rettentően szerelmes lehetett szegény anyámba. És akkoriban úgyse lehetett utazni nagyon, de azért, hogy anyám ezt rendesen úgy bélyegezze ezt a dolgot, és hogy nehogy apám véletlenül problémát okozon, hát anyám még egy kicsit összeszűrte a levet az akkori itthoni belügyminiszterrel, amit aztán így felnőtt koromban értette meg, ezt Szalma Józsefnek hívták, nekem Józsi bácsi volt, hogy csak hányszor találkoztunk, és ugye rendezte apámat, ugyanak ugye vették az útlevelét, ami az előtte diplomata útlevél volt, hiszen apám 6 évig kiküldetésbe volt Bécsbe, érted? Hogy soha többet a Spejszbe nem mehetett ki az öreg, nem hogy Ausztriába, vagy egyáltalán nyugatra, még izébe Jugoszláviába se. Úgyhogy anyám az nem kispályás volt, ő azért komolyan nagyba játszott, igen. És apukáddal milyen volt a kapcsolatod? Hát apukámmal addig, amíg nem vele éltem, addig tulajdonképpen jó volt, mert ugye mit láttam belőle, vagy mit tudtam belőle. Anyám hazaengedett nyáron, akkor az öreggel voltam, én nagyon pici korom óta lovagoltam, imádtam. Sokat nem voltam otthon, mert reggel felültem az első hévre, amikor már egyedül ki tudtam közlekedni, Pomázra jártam lovagolni. És este mielőtt sötétedett, hazamentem az utolsóval. De amit együtt töltöttünk, hát tudod milyen, amikor egy gyereket csak nyaralni kapsz meg. Jó, nincs vele sok konfliktusod vagy problémád, nekem sem volt apámmal addig. Vissza tudsz emlékezni arra, hogy amikor még együtt voltatok hármasban, hogy ott viták voltak, verekedés volt, veszekedés volt, mi volt? Nem, ilyenre nem. Amikor még együtt voltunk, az ugye Bécsbe volt, amikor apám egy nagy garást vezetett, ez volt akkor az úgynevezett pártgarás, tehát akik kint küldetésbe dolgoztak a Bécsbe, a magyar államnak, azoknak az összes autóját, vagy ott a járművét, azt apám tartotta ott karba, vagy szervizelte, vagy stb. És emlékszem a lakásra, ami volt a garázs fölött, ilyenre akkor nem, azért akkor elég pici voltam, hogy ők veszekedtek, plusz soha nappal nem voltam ott, mert ugye reggeltől estig azért óviba voltam. Nem nagyon. Arra emlékszem, inkább visszamondom, amikor már anyám nem adott oda, tehát amikor az állandó veszekedés ment emiatt. Végig Bécsben éltél akkor fiatal korodban?
Tulajdonképpen 13 éves koromig igen, és akkor ezek a nyarak azért, vagy amiket szünetek, amiket apámnál tölthettem, ezek képzeld el, hogy ez is egy elég érdekes dolog, hogy ezek úgy zajlottak, mivel apám ki nem mehetett, anyám haza nem jött. Ezért engem kint a pályaudvaron, a buszpályaudvaron fölraktak a buszra, és akkor én egyedül jöttem haza, és akkor az Engels téren, ami ma azt hiszem a Erzsébet tér, vagy Deák tér, vagy mi az Isten, ott volt ennek a nemzetközi busznak, vagy mi a végállomása, és akkor apám pedig ott levett, és akkor ehhez azért hozzátartoznak olyan momentumok, hogy ti nem tudjátok, vagy a fiatalok, de régen úgy utaztak, hogy ugye olyan két határ volt, ugye egyszer az osztrák, ahol nagyon nem érdekeltem, amikor már kifele jöttél, ott befele szedtek szét, de a magyar az miszlikre szedett itt is, ott is, tehát ott azért rendes katonák szálltak föl a buszra, és kérdeztek ki mindent. És soha nem felejtem el, egyszer valahol valaki rossz buszra tett föl, arra emlékszem, és valahova elmentünk kirándulni, nem tudom hova, és de nem voltak akkor telefonok, tudod, nem lehetett így, hogy akkor hova lett a gyereked, és hát gondolom, hogy valamelyik nagyeszű elkezdett azért keresni engem, és nem felejtem el soha, hogy Sopronba ment az a busz, ahelyett, hogy Pestre jött volna, vagy valami ilyesmi történt. És én emlékeztem, hogy apám mesélte, hogy volt egy nője, aki a postán dolgozott, és én nekem annyi eszem volt, hogy én mondtam, hogy menjenek be a postára, és tényleg így lettem aztán meg. Szóval rengeteget utaztam együtt. Azért mondtam, hogy nekem az egyedülét soha nem okozott gondot, mert mindig ehhez voltam szokva. Szóval a nyarakat igen itthon, aztán elkerültem, igazából ugye kollégiumban voltam durván olyan 11 éves koromig. Közben anyám ettől a szegény Jánostól is elvált, gondolom ő se bírta sokáig a kiképzést, és valamiért nem járhattam tovább abba az iskolába, holott ennek ott a 4 általános van és 8 gimnázium, ennek a katolikus iskolának a folytatása ugyanez a katolikus gimnázium lett volna. És anyám onnan kivett engem, és elkerültem ebbe a Vienna International Schoolba, ami egy ilyen nemzetközi iskola a diplomata gyerekeknek. Akárhol utaznak a világban, minden fővárosban van egy ilyen, azonos tantervel, senki nem marad le, stb. Egységesen angolul. És engem anyám oda beíratott, egy szót nem beszéltem angolul, mondanom se kell, és hát gyorsan meg kellett tanulni ahhoz, hogy ott nem maradj le, másfél évig jártam oda. Azt nagyon szerettem, ez egy nagyon sokkal szabadabb elvű dolog volt, egész másképp értékeltek, a jegyek is egész mások voltak. De akkor nagyon sok problémám lett már otthon anyámmal, hiszen az volt megint az első szakasz, így, hogy, vagy a második szakasz, hogy mi így együtt éltünk, és már az első sem ment, mert ahogy mondtam neked, még jóformán óvodás vagy elsős voltam, ami kollégiumban be nem kerültem, és már akkor is nagyon sokat és nagyon bántott. És akkor ott úgy eldurvult a sztori, és akkor egyszer kitaláltam azt, hogy azt mondtam anyámnak, hogyha még egyszer hozzám nyúlsz, akkor ki fogok menni a folyosóra, és üvölteni fogok, hogy hívjanak rád mentőt, mert te bolond vagy, hogy vigyenek el, mert te nem vagy normális. És akkor így abba maradt ez a dolog. De visszairatott engem aztán ebbe a katolikus gimnáziumba, ahonnan megint hiányoztam egy másfél évet, ugye, ott teljesen elmaradtam, bár marha jól megtanultam közben angolul. És akkor innen már nem volt vicces, mert már nem tanultam jól, nem voltak jók a körülményeim, még ott már nagyobb lányokkal voltam együtt, még többet csúfoltak, bántottak, stb. És már nem jött értem a hétvégén, érted? Amíg a többi lányt ugye péntek, szombat, vasárnapra elvitték haza, és vasárnap este vitték vissza, addig a kutya nem jött már értem. Igazából ez így ment egy darabig, aztán már szerintem nem nagyon fizette ki senki a tandíjat, és akkor egyszer csak jött az, hogy 13 évesen úgy jöjjek haza. És hát hova? Ugye apámhoz. A nagymamám ő végig itt élt, de valahogy értelemszerűen nem is az jött képbe, hogy hozzámenjek, hanem ugye hát volt egy apám. Ott volt egy nővérem, aki nálam 11 évvel idősebb volt, ő él, ha jól tudom, Amerikába, az egyik lányával, két lánya van, az egyik unoka húgommal vagyok ilyen levelező viszonyban, néha Facebookon írunk egymásnak. Sajnos nem tudok róluk többet, ez a két kislány nagyon tüneményes, találkoztam velük régebben, akkor nagyon jó volt a kapcsolatunk. Nehéz lehet nekik is, mert az anyjuk soha nem szeretett engem, a féltestvérem, a nővérem. Valószínűleg ott az lehetett, hogy én kisebb voltam, és akkor ő féltékeny lehetett, ő azt hitte, hogy én kapok meg mindent, én azt hittem, hogy ő. Szóval ez nem volt egy sikeres kapcsolat, én nem akarok azoknak a lányoknak semmit mondani, mert az meg az anyjuk, és így ilyen látjuk egymás képeken, sajnos ennyi maradt. Mi a legeslegszebb emléked a gyerekkorodból?
Hú, hát a legszebb emlékeim, azok nagyon egyszerű emlékek. A nagymamám, még ők nagyon szegények voltak, egy ilyen hosszúkás háznak a középső részébe laktak, egy ilyen három lakás volt, egy az udvar legvégén, középen meg elől. Ők a középsőben laktak, de hogy elképzeld, úristen, hát az egész lakás kb. Akkora volt, mint ahogy itt most így beszélgetünk, és hát ott lenni. Egyszerűen semmi más, csak ott lenni, hogy nőtt ilyen vadszőlő, befutotta azt a kis házat, és akkor én annak volt ilyen bogyója, azt én leszedtem, és akkor főztem. Volt egy, egyébként ővel megtaláltuk egymást, képzeld el, egy gyerekkori barátnőm, aki a szomszédban lakott, az Anita. De nagyon sajnálom és szégyellem, mert soha nincsen szegényre időm, mert ez a hülye munka, amit most csinálok, de már néha tényleg azt hiszem, hogy nem sokáig fogom, de majd erről beszélünk. Ez megöli az összes emberi kapcsolataimat, mert éjjel-nappal csak dolgozom. De például ő vele, tehát amit ő vele töltöttem, amit játszottunk, mindenre emlékszem az ég adta világon. Az ő anyukájára már sajnos nem él, Erzsinek hívták, hogyha csak oda bementél, csak egy vajas kenyeret ettél, érted? Nekem ezek voltak a csodák életemben. Ott volt egy játszótér, nem messze van egyébként innen, mint ahol én most Pesten lakom, Lőrincen voltam egyébként gyerek itt a nagymamáméknál. A játszótér, a láncos hinta, az ABC mögötte, ahol a nagyanyám Túró Rudit vett, meg azt a kicsi boci csokit nekem, szóval ilyenekre, ezek mind a csodák, ne nagy dolgokat képzelj, nem is kellett, ezek voltak az igazi jó emlékek. Ugye nemrég volt a születésnapod, amit említettél, igen, és a barátaitól, amit kaptál, az nekem nagyon megérintett. Ó, dehogy nem rakjuk bele. Hát képzeljétek el, idei évben volt az, hogy minden gyerekkori traumámat, az ki offoltuk. Kaptam a fiamtól egy karkötőt, azt majd elmesélem, mint gyerekkori traumát, az egy hosszabb sztori, hogy honnan datálódik, miért szeretem ennyire az ékszereket és a csilivilit. És a lányoktól, a kolléganőimtől, akik nekem a családom igazából, majd erről sokat szeretnék még beszélni, kaptam egy 1,20 magas Barbie házat, igen, 54 éves koromra, kértem egy Barbie házat kennel, kabrióval, lóval, csikóval, érted? Mert nekem ez nem volt. Volt egy lány, ahhoz szegény, ez így utólag megmondva, csúnya, nem csúnya, de leginkább azért jártam át, mert Barbie háza volt, érted? Jó, abban volt lift, tehát teljesen azért jelzem a lányoknak, hogy a traumám nem oldódott fel, mert már lifteset nem lehet kapni jelenleg, ez cserébe viszont háromszintes. Gyerekkorodban ilyen akkor nem volt, tehát karácsonyra sem volt olyan ajándék, ami szíven, vagy szívhez szóló lett volna anyukától semmi? Nem voltak. Talán még amikor úgy egész kicsi voltam, de nem voltak itt semmiféle karácsonyok. Szóval ilyen 10 éves kor fölött meg nulla. Amikor másnap úgy kimentünk, vagy itt voltam karácsonykor, és kimentünk nagyanyámhoz, ott azon a kis szegényes kis telefon, azon az asztalon, tudod, amin fixre be volt kötve, annót mindenkinél a telefon, na ott volt ugyanaz a karácsonyfa, ugyanazokkal a gomba díszekkel, meg szaloncukor, meg hát csoda volt az egész, amit főzött, a hangulata, minden, de nem voltak ott Jézus ajándékok, de hogy voltak? Nem. Nem volt ilyen. Mondom, amikor egész kicsi voltam, akkor még így apám egy ilyen nagy megvásárló, szeretett megvásárló volt, tehát akkor igen. De utána egyáltalán karácsonyra sem, tehát amire még így emlékszem, hogy anyám meg a mostohaapám, tehát ott karácsony tartott 4 percig, utána összevesztek, és egy a hosszú, gyönyörűen felterített, tiszta herendi damasz szalvéta, minden anyám jó összevizélte a galacsimban a szalvétát, belevágta a halászlébe, fröcsögött, minden ember ideges lett, elment otthonról, és vége is volt a karácsonynak jó gyorsan. És az, hogy főzött rád anyukát, hogy csomagolt neked? Nem is tudott szerintem anyám főzni, soha. Tehát pont ez egy nagyon jó, amit mondasz. Erre voltam a legirigyebb, soha nem voltam, tehát egyet le kell fixálni. Egy tulajdonságom nincs az irigység, és ez nagyon nagy segítség. Minden helyzetben, és erről már sokat beszélünk, a vágy az volt bennem. Mindig néztem, jaj, de jó, de szép, hogyan lehetne nekem is. Mindig ez furt, érted? És ott is ezt néztem, hogy milyen új, a doboz. Nem az, hogy megenni, de megenném, érted? Hanem de jó neki. Tudod, mint hogy látják azt, hogy az anyja milyen szeretettel csomagolta, milyen szalvétába rakott neki még mellé, mit tudom én, érted, gyümölcsöt. Ilyenem nem volt soha. Nem. Szégyeltem ezt nagyon. És anyák napja? Hát én ilyenre sem emlékszem. Ha rajzoltunk valamit az iskolában, meg kellett, azt hazavittem, de nem. Nem, nem, nem. Mikor szakadtatok el teljesen egymástól? Akkor, amikor mondom, ilyen 13 évesen hazajöttem, és soha nem felejtem el, képzeld el, olyan törvény volt akkor, hogy amikor hazaköltöztem végleg, akkor én hazatelepültem, és mindenből hozhattam egyet, egy autót, egy számítógépet, akkor már volt ilyen,
És hát ezt apám maximálisan kihasználta, és ebből csinált is egy nagy pénzt magának. Így utólag nem azt mondom, hogy ezt nekem kellett volna adni, de mondjuk egy kicsit félretesz belőle, hogy majd legyen nekem, ha nagy leszek, szóval az nem lett volna olyan nagy baj. És akkor emlékszem, hogy sokszor ki kellett mennem ugyanúgy egyedül Bécsben ilyen ügyeket intézni, és sétáltam a Stadt Parkba, az egy ilyen, bent a belvárosban az egyik ilyen városi park, és nem hiszed el, anyám szembe jött velem. Érted? És így megállt, kérdezte, hogy mi van veled? Mondom, mit tudom én, semmi. Érted? Erre emlékszem a képre, hogy jön velem szembe anyám. Ez ennél szürreális, nem? Hát tényleg, erre nem lehet mit mondani úgy egyébként. De ezt egyet értsetek, mert nem éltem meg ezt egy drámának, ezt az egészet nem éltem meg drámának, és most se érem meg annak. Igazán ez a nagy ellentét bennem, mert azért minden gyerek, így ez benéd van kódolva, ezt valahogy ezt a pszichológusok jobban el tudnák mondani, hogy általában a gyerekek nem annak a szeretetének örülnek, annak a szülőnek, aki amúgy is imádja őket, vagy nem azt értékelik, hanem aki nem szereti őket, oda akarnak nagyon kaparni, hogy annak az is szeresse őket. És bennem is volt egy ilyen, hogy vajon az én anyám miért nem szeret engem? Nem vagyok elég szép, jó, okos, nem lehet rám büszkének lenni. Szóval egy normális ember, ha valaki nem, akkor magadba keresed a hibát. Tehát ez sokszor felesleges, főleg a mai világban, majd erről még beszélünk. De én is így voltam, és igazán ez akkor oldódott fel bennem, amikor megfogtam a gyerekem. Amikor megszültem a gyerekemet, szó szerint ide tették nekem, és belenéztem a szemébe, és akkor láttam, hogy no, ez itt nem erről szól, itt nem én vagyok a hibás. Érted? Hanem anyámból hiányzik az a gén, amitől minden normális nő egy tigris anya lesz. Az neki nincs meg. Mert ezt te is tudod. Vagy én ezt abban a pillanatban, amikor ránéztem a gyerekemre, bennem ez eldőlt. Tehát, hogy mindegy, hogy minek kell kimennem, ha életemben először a sarokra kellene kiállni, vagy éjjel-nappal takarítanom kellene egy gyárba, nincs olyan, amit nem csinálsz meg, mert a gyerekedet fel kell nevelni. Ez kutya kötelessége. Hogy egy apa ebben részt vesz, nem vesz részt, ez egy másik dolog, de nem akarok semmi rosszat mondani a férfiakra. Nincs is bennem semmi tüske a férfiakkal kapcsolatban, nagyon szerencsés nő vagyok, aki velem élt, az mindig imádott, a tenyeré hordott királynő voltam. Problémám mindig akkor volt, amikor elhagytam őket, akkor egy kicsit meg akartak ölni, de ez ebből a mentalitásból is van, ami nekem van, tehát hogy ilyen két nagyon forron, tehát nekem nem ilyen halvérem van, vagy égünk ezerrel, vagy mind meghalunk, tehát köztes állapot nincs. De a gyereket, azt nincs, tehát elmehetsz reggel 7-től este 7-ig, mint anya, addig kell ezeket összeszedni, de estétől reggelig ott kell lenni. Én soha nem voltam se szórakozni, se bulizni, se semmi. Tehát én rám az én gyerekemre akkor vigyáztak kiskorában, amikor dolgoztam. Amúgy nem. Mikor tudatosult benned az, hogy nem igazán normális dolog az, hogy az édesanyád, az anyukád bánt veled gyerekkorodban? Hát azért láttam én ezt már ilyen 8-10 éves koromban is osztálytársaimtól, akiknek az édesanyjuk ugye teljesen más volt. Volt egy nagyon jó barátnőm, Szonyának hívták. Neki egy tüneményes anyukája, aki tényleg ez a szeretett gombóc anyuka volt, sokat jártam hozzájuk, és képzeld, hogy volt olyan is, hogy én ott annyira jól éreztem magam, és annyira imádtam lenni, hogy megkérdeztem, hogy anyukának szólíthatom-e. Érted? Szó szerint ez komolyan. Hogyan reagált rá? Hát, hogy természetesen, hát ő egy tünemény volt. Volt egy ilyen hétvégi házuk a Wachau-ba, az olyan, mint nem tudom, itt teljesen mindegy, nem olyan messze Bécstől. És ott például soha nem felejtem el, hogy ő sütött, ugye, ami tök normális dolog karácsonykor, ilyen mézes kalács kis süteményeket, és akkor ez egy ilyen üvegbe volt, hogy puha legyen, de hát ezt már régen megettük, tehát az a karácsony soha nem érte meg természetesen, de ezek ilyen csoda emlékek, tehát, de ott se az volt, tehát úgy és hogy én irigyeltem őt, érted, csak ott olyan nagyon jó volt lenni. És ott olyan minden jó volt, soha nem voltam életemben irigy. Ez egy nagyon jó dolog, nem azt mondom, hogy büszke vagyok rám, ezt nem eldönti egy ember. Szerintem ez olyan, mint hogy féltékeny vagy nem vagy, irigy vagy nem vagy, ez egy tulajdonság szerintem. Biztos lehet rajta dolgozni, nem tudom, de szerintem ez egy adottság, legalábbis én így nézek erre. Én nem vagyok irigy soha, mindig borzasztóan inspirált, vagy vágytam rá, vagy néztem, vagy jaj, de jó, vagy éltem, vagy érted? De nem őtől lesajnáltam, mert attól még nekem nem volt. Hanem neked hiányzott. Nekem igen, akartam nagyon, és amikor voltak ilyen helyzetek, akkor azokban borzasztóan jól éreztem magam. Említetted már, hogy a nagymamádat nagyon-nagyon szeretted. Igen, és tényleg mindenem volt. A mai napig nem tudom feldolgozni, tehát 54 éves vagyok, de aki kell menni a temetőbe, ott a vége. Érted? Szóval ezt nem lehet. Ezt aki azt mondja, hogy
majd az idő meg a izé az egy hülyeség, érted? Ezt is úgy tudod kizárni, hogy nem gondolsz rá most akármilyen hülyén hangzik, érted? De különben belebolondulnál. Tehát engem az ott mindig nagyon megüt a temető. Azért nagyanyám egy csoda volt. A szorgalom, a tisztesség, a becsület, a mindennek a terén, ami csak minta lehet egy embernek. Ő sokat volt azért velünk gyerekkoromban, sajnos anyám is, és a nagynéném is, ugye neki volt még egy lánya, és én akkor mindig felteszem a kérdést, hogy egy ilyen szent asszonynak hogyan lehet két ilyen rosszforma leánya, ez számomra teljességgel érthetetlen. És a másik lánya az Amerikába keveredett, az lenne elvileg a keresztanyám is, és ugye a nagynéném. Anyám meg ugye Bécsbe volt, és akkor ezek mindig elintézték, hogy ilyen vízumokkal kivitették őket, a nagyapámat is. Nagyapámról olyan sokat nem mesélek, ő nem volt nekem olyan közel, meg majd elmesélem, hogy amikor a nagyanyám meghalt, igazából az igazi énje a nagyapámnak akkor mutatkozott meg. De a nagymamám egy csoda volt, és akkor ők mindig kivitették őket, és akkor szegény nagyanyám az ott nálunk akkor fél évig egy ilyen takarítónő, házvezetőnő, gyerekfelvigyázónő, szóval egy ilyen 86 az egybe volt. És akkor anyám még annyit se kellett velem foglalkozzon, vagy valamit, de amikor a nagyanyám ott volt, akkor csoda volt, akkor minden rend volt, akkor minden ruha ki volt mosva, akkor mindig minden volt, főtétel volt, sütemény volt, akkor minden volt. Szóval mint egy igazi életben olyan volt akkor. Az lehetséges, hogy pont azért vagy olyan, amilyen, mert milyen volt a gyerekkorod, tehát azért vagy ennyire karakán és belevaló. Ez biztos, ez 100%. Engem nem tud senki semmi megölni, vagy elpusztítani. Amíg nekem van két kezem, meg a szám, addig itt nincs mese. Én egy olyan életet, amikor aztán már később tudatos voltam, és erre dolgoztam, akkor azt mondtam, hogy olyan életet kérek, hogy soha ne kelljen se kérni, se köszönni, csak az Istennek. Érted? És ebben minden benne van ebben az egy mondatban. Mert abban a pillanatban, hogyha te egy másik embertől függsz, annak a jó indulatának vagy kiszolgáltatva, és az a mai világban nincs. És ezt mindenki tegye helyre magába jó gyorsan, és kezdjen el erre hajtani. És üzenem a fiatal lányoknak, nem megoldás, drágám, hogy keressen egy egzisztenciát, amire te is felpattansz, mert az csak ideig, óráig, fél útig fog elvinni. Mert kiszolgáltatni magad egy férfinek, a jókedvének, annak, hogy ő meddig szeret téged, és ezért meddig tart el, vagy meddig élhetsz olyan körülmények, és ezt nem a könyvben olvastam, hanem a saját bőrömön tapasztaltam, és mindjárt fogok erről is mesélni, mert volt ilyen fajta élete, része is az életemnek, nem szabad. Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy ha valakinek ilyen nehéz gyerekkora volt, akkor tényleg csak filmekből tudom, de vagy hát láttam ismerősöknél, hogy akkor mindig van vagy egy alkoholba menekül, vagy férfiakba, idősebb férfiakba, ahol fel lehet nézni, hogy te miben menekültél? Sok mindent mondtál. Én szerintem én semmiben nem menekültem. Én először elmentem egyedül élni 17 éves koromban, de én egyáltalán semmiben nem menekültem, soha nem ittam, nem is ízlik. Volt ilyen bulizós időszakom, leginkább a gyerekemnek az apjával, az elején volt például ilyen, soha egy nyugtatót be nem vettem életembe. Nem is tudom elképzelni, hogy egyetlen egy fegyverem van az egész világ ellen, az az eszem, hogy azt letompítsam, érted? Valószínűleg ezért nem iszom, vagy nem csinálok semmilyet. Nem menekültem. Az lehet, hogy egy ösztönös dolog volt, de az se az volt, hogy én kerestem idősebb férfiak társaságát. Volt egy meghatározó kapcsolat életemben, 11 évig tartott, majd fogunk róla beszélni. Az azért az akkori életemnek egy harmadát tette ki, mert 20 éves koromban ismertem meg, és 31 éves koromig voltam vele. De ő keresett engem, én soha nem egyetlen egy férfit nem úgy ismertem meg életemben, hogy akár csak egy üzenetet ráírtam volna. Soha. Ebben nem vagyok jó. Szívesen válaszolok, ha szimpatikus, de soha nem. Ő is, ha most nem egy ennyi idős pasi jön be, 19 év volt köztünk egyébként a korkülönbség. Előtte két velem egykorúbb férfival voltam együtt, tehát nem, így se ez volt a meghatározó. Én nem hiszem, hogy bármiben menekültem volna. Én mindig a helyzetnek a megoldását néztem, és mindig a haladást. Az, hogy jussak valamire. Tudod, mitől féltem életemben a legjobban, Kriszti? Okay. A középszerűségtől. Érted? És ez csúnyán hangzik, és elnézést kérek előre mindenkitől, aki egy úgymond hétköznapi foglalkozást és egy hétköznapi életet él. Mert ma már tudom, hogy ami akkor engem belehajtott ebbe az egész őrületbe, ami a mai életem lett, az lehet, hogy sokkal jobban él, mint én. Mert tudod, mi a dolga? Reggel fel kell egy normális nő, hogy él egy normális nő. Van gyereke, van egy pici hivatása, sok háztartása, barátai, kávézni megy, piacra jár, virágot ültet. Érted? Nekem semmim nincs. Én csak dolgozok, mint az állat. Érted? Öreggel fel kell, eldönti, hogy na, ma tésztát főzzek ki, vagy nokedlit szaggassak. Ez is egy élet. Érted?
És ebbe ugyanúgy megtalálhatod magad, ugyanúgy, ahogy lehet teljes életet élni gyerek nélkül, mert akkor még nem tudod, hogy milyen az, ha lenne, és lehet gyerekkel is. Tehát mindenben meg lehet találni. Én csak azt mondom, hogy én mitől menekültem a legjobban, és nekem mi volt a felhajtó erő. Én egyáltalán nem azt mondom, hogy ez a példa, és mindenkinek itt nagy vállalkozó nőnek kell önmegvalósítónak, meg mindennek lenni. Én ezt egyáltalán nem mondom. Én csak azt tudom elmondani, hogy nekem hogy történt. Én valóban ettől féltem. Nekem, ezt már elmondtam neked, a gyerekkoromban gyökerezik, hogy csumpibb voltam, mint a többi, nem volt ruhám, nem volt olyan szép, nem volt olyan jó, kevesebbet értem ettől én is, mert azt nem azt mondták a gyerekek után, nagyon értékes személyiség vagy, mert olyan okos vagy, csak a nadrágot csúnya, meg olcsó, érted? Hanem te magad és az úgy érezted magad. És engem ez hajtott fel. Például rengeteget voltam kórházba. Amikor kicsi voltam, asztmás allergiás voltam, már úgy születésemtől voltak ezek a problémák, és ugye miután allergiás asztmás voltam, ezért volt olyan, hogy augusztustól én bekerültem a kórházba, és év elejét nem is jártam iskolába, mert hónapokig feküdtem. Akkor nem voltak ilyen diafilin, diadrezon, nyomták a szteroidot 0-24-be, ahányszor nyomták, annyiszor megszúrtak, tiszta heg a vénám, nem voltak kanülök, branülök, semmi ilyen csodák. És képzeld el, hogy egyszer feküdtem, azt hiszem pont a János kórházba, soha nem felejtem el, amíg élek. Ugye beszéltünk már róla, hogy az idei év az, amikor mindenféle gyerekkori traumámat feloldottuk, többek között a Barbie házzal. Volt egy nő, szerintem külföldi lehetett, vagy külföldön élhetett, teljesen mindegy, az ebédlőben minden nap láttam őt a kórházba, gyönyörű pongyolája volt, gyönyörű. Hát mert láttad messziről, hogy ő nem olyan volt, mint a többi, beszélek itt, lehettem akkor talán ilyen 13 éves, akkor beszélünk 82-83-ról kb. És volt egy karkötő a kezén, soha nem felejtem el, amíg élek, egy karperec, egy arany, amiben bele volt írva kövekkel, hát akkor én biztos voltam be, hogy ezek brilliánsok, a neve a nőnek. Soha nem kerültem hozzám olyan közel, mert nem ismertem meg, hát miért beszélgetett volna velem egy felnőtt nő. De úgy legközelebb annyira, mint most téged láttam kb., és én nem tudtam levenni a szemem arról a karkötőről, az engem megbabonázott, érted? Én abban megőrültem, az elbűvölt, én csak azt tudtam nézni, szerintem már neki lehetett kellemetlen ott a napok során, egy hétig voltunk együtt kórházba, vagy ő egy hétig volt ott, én minden nap azt a karkötőt néztem. Egyébként idén, az 54. születésnapomra, az én gyönyörű gyerekem, nem hiszed el, de megcsináltatott nekem egy ilyen aranykarkötőt, amiben ekkorában bele van írva a nevem, hogy Natália. Érted? Meg. Egyen meg a kis szívét. Érted? Mert ő ezt annyiszor hallgatod, én ezt nem úgy meséltem el, hogy jaj, én nekem miért nincs, hát vehetnék 100-at, már vehette volna magamnak, ha akarok, érted? De ez innen, szóval ha fogékony vagy, érted, de ez is egy tulajdonság, mint az irigység, mint a féltékenység. Én valahogy nagyon fogékony voltam mindig a jóra és a szépre, és nagyon féltem attól, hogy abban megmaradok, ahol voltam. Érted, ezt tudom csak mondani, hogy engem ez hajtott fel. Pont ezt akartam kérdezni, mi az, amit hoztál gyerekkorodból a sok negatív történetekből? Az, hogy ne olyan legyen, hogy az ellenkezője legyen. És sokszor látod, ilyenkor féltem a fiamat, hogy ő neki úgy mond az ember, mindent megad, mert azért dolgozol, és nekem egy nagyon nehéz időszak volt, a gyerekem volt akkor kb. Ugye mondom, 2005-ben született, 2009-ben jött a svájci frankválság, ott el is vége is. És ott nagyon-nagyon sokáig a következő legnagyobb felhajtó erő az életemben az volt, hogy most kell megcsinálni magam, mert egy gyerekkora van a fiamnak, érted? És amikor, ha megteheted, hát kinek adnád, hanem a gyerekednek, hát ez a normális, akkor jön a nagy dilemma, hogy ha meg mindent megkap, akkor ő benne ez a túlélés lesz-e? Érted? Mert ez egy túlélés. Nekem azt mondta a barátnőm, hogy te nem olyan vagy már, mint a macska, hogy állandóan talpra esik, te olyan vagy, mint a csótány, mert az atomvillanás se pusztít el. Érted? És igazat kell, hogy adjak neki. Kicsit kanyarodjunk akkor a szerelemre, már 13-14, eljöttél Magyarországra, és akkor már annyi idősen szerintem a fiúk, tehát így érdeklődik, vagy fiúk iránt. Hát neked ez hogy volt? Mert hogy azt gondolom, hogy egy ilyen múltal sokkal jobban a ragaszkodás, az sokkal jobb, nagyobb, erősebb, mint másnál. Nem annyira. Sajnos azt kell mondjam, hogy amennyire igaz embernek tartom magam úgy egyébként, mert borzasztóan kiállok a barátaimért, vagy a szeretteimért még jobban, mint magamért, és csak fekete, csak fehér van. Nem azt mondom, hogy nem vagyok hűséges. Ha szeretek valakit, akkor igen, de nem így néztem egyáltalán a kapcsolatokat, főleg nem ennyi idősen. Azért annyi idősen el kell mondjam, amikor én hazakerültem Ausztriából 13 évesen,
Akkor először is volt egy ilyen lehetőség, ugye, hogy hazatelepülhettem, avval nagyon sok utazás járt még, akkor elvégeztem fél év alatt a 7., 8., le kellett különbözetíznem, mert nem fogadták el a bizonyítványaimat. Apámnak nagyon jó kapcsolatrendszere volt, Csepelen volt egy öngyújtó töltő műhelye, és Csepelen nagyon sok barátja volt, például az akkori csepeli rendőrfőkapitány is. És valószínűleg ő intézhetett ott egy általános iskolát, ahol én így bejártam, szegény tanárok ott próbálkoztak engem tanítani, ami nagyon nehezen ment, mert én egy szót nem beszéltem magyarul. Beszéltem magyarul, elnézést, de se írni, olvasni nem tudtam magyarul. Ha tőlem megkérdezted, hogy piros, akkor én azt mondtam, hogy bíros, nagy B-vel és SCH-val, mert úgy értettem. Aztán megtanultam hirtelen olvasni azt az egyik rejtőkönyvből, a Piszkos Freda kapitányból. Ott valaki azt odaadta nekem, felolvasta az első oldalt, hogy uram, a hátába felejtettem a késem, ami Gyöngyház markolatú volt, és annyira jópofának találtam, hogy kettesben maradtam a könyvvel, és hetek alatt, de kikínlódtam, és akkor ott megtanultam az összes elipszilon, zsét, ez, két, gyét, ami zsét, ami nincsen a világ egyik nyelvében se, ugye csak ebben a csodás magyarban. És amikor megcsináltam ezeket a különbözeti vizsgákat, akkor kerültem el egy kétanyelvű gimnáziumba, Pest Erzsébetre, a Kossuth Lajos gimnáziumba jártam. És igen, hát azért voltak fiúk persze, akik úgy tetszettek, de nem semmilyen meghatározó történet nem volt, mert én azért egy órakor, amikor vége volt az iskolának, én felültem édesem a buszra, és kettőre kimentem Csepelre, a kettes gyárkapunál leszálltam, és beballagtam ott a Kossuth Lajos utcán apámnak az öngyújtó töltő műhelyébe dolgozni. Elkezdtél dolgozni? Bizonyám. Nálunk nem volt zseppénz, hanem ott kaptam heti 500 forintot, amit ott kerestem előtt, amíg kicsi voltam, apám borzasztóan elkényeztetett, amikor hazajöttem nyaralni, de utána cudar világ volt. Apámnak volt egy több mint 100 négyzetméteres gyönyörű lakása a Vörösmarty tér és a Váci utca sarkán, és az óraékszer volt, vagy házba, ott fölötte, és nekem a 10-12 négyzetméteres cselédszoba volt az enyém. Érted? Ő meg lakott a 100 négyzetméteres, és én nem bántani akarom, mert halottakról jót vagy semmit. Egy végtelen, szórakoztató, igazi playboy, fenegyerek, társaság központja, 1000 haverja volt, mindennek való volt az öreg, csak családapának nem. Tehát annak aztán tényleg végképp nem. Végtelen, szórakoztató ember volt, mondom, tehát nem tudok, nem haragszom ő rá se. Nem akarok semmi rosszat mondani rá, főleg, mert már nincs közöttünk, de soha nem volt közöttünk egy apa-lánya viszony, hogy finom legyek. És hát az az összevisszaság, amiben ott éltem nem sokat, ezt a pár évet, talán 4 évet, amit ott, vagy 5-öt, amit ott vele élhettem, az nem volt való gyereknek. Tehát ott egyik nő adta a másiknak a kilincset a kezébe, és az egyáltalán nem volt való. Tehát az 17 éves koromig bírtam, aztán onnan leléptem. Ahogy ők váltak, maradt egy lakás valahogy, amin addig hurcolkodtak anyámmal, vagy veszekedtek, hogy az én nevemre került. És amikor 18 éves lettem, akkor tudtam volna ezt így birtokba venni. Én megkerestem azt az akkori bérlőt, vagy tulajdonost, mert anyám azt eladta neki, meg mégse, szóval sok herceurca volt. De mivel valóban a nevemen volt, így kiment, elvileg nem is lakták, borzasztó állapotokban volt, és akkor én oda be tudtam költözni. És onnantól kezdve én önellátó voltam, drágám. Én 17 éves koromban elmentem vendéglátózni, senki nem beszélt egy fia nyelvet se, akkor még Magyarországon ez nem volt szokványos, hogy németül, angolul, franciául, bármi. Mindenki tanult egy ország oroszul, és senki nem beszélt, én meg úgy beszéltem németül és magyarul, vagy angolul, mint most magyarul. Hazajöttél Ausztriából, rossz gyereksorsodból, átkerültél az édesapádhoz, és azt gondolhattad joggal, hogy hát ha akkor most azt a szeretetet, azt a törődést, azt a mindent megkapsz, amit addig nem. Mi várt itthon? Hát nem így tudatosan, de valóban abban igazad van, hogy én arra számítottam, mivel addig nyaralni jártam haza apámhoz, és az mindig nagyon vicces volt és jó volt, hogy hát akkor most az az élet jön, és hát akkor ért egy nagy meglepetés, hogy egyáltalán nem az az élet jön, és ami, ha anyámtól féltem, hogy mikor fordul a kulcs a zárban, apámtól már akkor féltem, amikor lent lehívták a liftet. Érted? Mivel ugye egy ilyen körfolyosós házban, ez egy igazi régi ilyen belvárosi bérház volt, laktunk, és én a cselédszobát kaptam, tehát pontosan hallottam, hogy mikor jött vagy ment a lift, és akkor már összeszorult a gyomrom. Hát apám úgy élt, képzeld el, hogy ugye ő élt ott a 100 négyzetméteren. Emlékszel azokra a régi telefonokra, mint tárcsázni kellett? Na, hát az apám felvette, tárcsázott egy nullát, volt a szobámban egy készülék, hallottam, hogy pitty-pitty-pitty, és akkor fel kellett venni, és akkor ő annyit mondott bele, hogy szendvics, kávé, málna szörp, és mivel a konyha mögött volt ugye az én szobám, akkor fogtam, kimentem, megcsináltam, bevittem. Ennyi volt kb. A kapcsolatunk, érted? Ja.
Ja, tudnék mesélni. Mert amikor feküdtem az ágyamon, és apám bejött, és egy szó nélkül, figyelmeztetés nélkül ököllel fölém térdelt, és bántalmazott. Persze. Ja. De ott azért ez nem volt csúnya, talán ez volt a legcsúnyább. Ott inkább az a félelem, tudod, az a félelem. És ezt a kiszolgáltatottság érzetet soha ne érezze senkinek a gyereke. Soha. Gyerekek, hát egy olyan világban vagyunk, hogy nem vagyunk képesek azokat, akik nálunk gyengébbek, magunktól megvédeni. Beszélek a gyerekekről, az idősekről és az állatokról. Hogy az Istenbe? Hát ha valakinek a saját gyereke fél tőle, attól fél, hogy mikor jön már haza? Hát az én fiam csak azt várja, hogy mikor megyek már haza. Itt már idősebb voltál, mint anyukádnál kint Bécsben, hogy itt se fordult meg a fejedbe, vagy esetleg szólsz valakinek, kinek? Akár idegennek? Kinek? Mondd meg kinek őszintén. Mit mondasz? Apámat mindenki imádta. A legnagyobb forma volt, egész végig ült az Anna Presszóba, a Váci utcába, ez bárki, akinek most ezt elmesélem, vagy ezt most meghallgatja, azt mondja, na de szemét, meghalt az apja, és ilyet mond róla. Nem akarom bántani, még egyszer mondom, egy tüneményes, vicces ember volt, de azért vannak dolgok, amik hozzátartoznak az igazsághoz, például azért az a lakás, az az örök lakás volt, ez egy olyan érték volt, hogy annak most négyzetméterre 2 millió forint, gondolom én, ugye? Tehát, hogyha az csak úgy meghagyja, azért van két lánya, a féltestvérem, a nővérem meg én, azért ez egy életeket megalapoz. Az egy olyan érték volt, hogy annak csak a feléből a fiamnak soha nem kéne dolgozni. Hát az apám azt a módját választotta ennek, hogy még életébe eladta lakottan egy tizede összegér, és amikor apám meghalt, akkor az illető szólt nekem, hogy 3 napon van kipakolni jó gyorsan a lakást, mert nem akkor feljelent, mert ez az övé. Én például ezt így tudtam meg. Érted? Semmit nem tudtál róla. És hova tudtál menni egyáltalán? Én nem ott laktam már akkor, de hogy is nem. Meg én ezt nehogy úgy hangozzon, én nem respektálok arra, amit apám életébe összerakott, az az övé, érted? Csak én megnézem, hogy én most hogy gondolkodok. Tehát én azért dolgozom minden egyes nap. Én, te nem ismersz engem. Én, ha kellene, én a gyerekem, ha úgy tudna végigmenni a járdán, akkor én a fogammal felszaggattam neki a betont. Érted? Tehát én mindent ő érte csinálok. Én nem járok, nincs kaszinó vagy szerencsejáték, én nem dobálom el a pénzt, én ha veszek magamnak, akkor veszek ékszert, mert azt, hogyha meghalok, és a rossz sorsa lesz a fiamnak, akkor eladja és megeszi. Érted? Szó szerint. Nem tudom másképp mondani, ez nagyon egyszerű. Mert onnantól kezdve, hogy csináltál egy gyereket, nem ő kérte, ezt te találtad ki, kutya kötelességet, hogy amíg az utolsó levegőt be nem vetted, addig a gyerekedet segítsd. Ez a véleményem erről a műfajról, érted? És ha innen nézem, ez csúnya, nem vagyok rászorulva, Isten ments, érted, örülök, legalább jól érezte magát, amíg élt, nincs bennem harag, csak amióta gyerekem van, tudom, hogy ők mennyire rosszul csinálták, és mennyire semmi közük nem volt ez a sztorihoz, hogy gyerek vagy család. Igazából anya és apa, és nem édesanyja és édesapa. Ezt ki lehet jelenteni? Hát ezeket nem tudom, szóval így, hogy ezeket hogy hívjuk. Nem tudom, én a világ legjobb anyukája vagyok, ezt tudom, mert a fiam engem rendszeresen így hív, de nem tudom. De tudod, másnak azért azt szoktam mondani így azért ilyen fekete humorral, hogy másnak legalább az egyik szülője normális, érted? De nálam nem volt, de viszont a nagyanyám az egy csoda volt. Ő tényleg egy csoda volt. Onnantól kezdve a nagymamád nagyobb szerepet játszott az életedben, ahogy hazakerültél? Nem annyira, mert akkor meg már túl nagy voltam ahhoz. Azért te is tudod, hogy általában a gyerekek szerintem ilyen 10 éves korukig imádnak a nagyszülőknél lenni. Én már akkor egy picit nagy voltam ehhez, és úgy tartogattuk a kapcsolatot, de aztán olyan igazán jó kapcsolatom teljesen érdekes módon akkor lett a nagyanyámmal, amikor én már felnőtt voltam. Megengedhettem magamnak az én első perctől kezdve, hogy dolgoztam, ilyen 18-19 éves koromban emlékszem, hogy a nagyanyámnak volt egy nagy műtétje. Akkor én már mentem kipénzelni az orvost. Érted? És onnantól kezdve én már ezt átvettem. Tehát én segítettem nekik a bevásárlást, ugye nyugdíjasok voltak. A végén aztán, amikor együtt éltem ezzel a meghatározó kapcsolatommal, oda költöztettem őket is, vettünk nekik házat a szomszéd utcában. Tehát az utolsó 10 éve az én nagyanyámnak olyan volt, mint a mesekönyv. Érted? A legszebb közvetlen vízparti nyaralóba Balatonon. Szóval én már akkor mindent megteremtettem nekik. Én imádtam őt. Igazából én úgy érzem, hogy egy kicsit a munkába menekültél a sok fájdalom miatt, és ez téged ki is elégít bizonyos szempontból. Abszolút. És mindig maximalista vagy a munkádban. Hát azt nem is lehet másképp csinálni. Hát nem is lehet. Hát ha te sikert akarsz elérni, vagy karriert valamiben, akkor azt te mindig csinálod. Te akkor is csinálod, amikor a másik alszik, nyaral, pihen, randizik, eszik, horgol. Érted? Mindig. Mindig. Éjjel meg a nappal. Másképp nem lehet. De amit te megfogalmazol, és ez egy kívülállónak így néz kettő, hogy melekült, ez nem egy tudatos dolog. Ezt oda vetett az élet. Mit csinálsz szívesen, amiben jó vagy, amiben sikered van, ami megy neked.
És el kell, hogy mondjam, ugye 17 évesen eljöttem végleg. Mert ugye nem bírtam, hogy tulajdonképpen első osztálytól fogva, amikor végeztem a gimibe, kimentem Cseperre dolgozni az öngyújtó töltőműhelybe. Azért az nem való egy lánynak, érted? 3-4-6-kor felálltam, elmentem bevásárolni, fölcipeltem a cuccokat, hazamentem hévvel, villamossal, kutyákat levittem pisilni, elraktam a kaját, kitakarítottam, hát este 8-9-kor álltál neki tanulni. Hogyan? Amúgy se tudtam magyarul rendesen. Hiányzott az egész 8 általános az alól a gimnázium alól. Szóval igazából én csak oda megszégyenülni jártam be, mert jól nem tanultam egy pillanatig se. És aztán akkor abba hagytam, én aztán utána nagy nehezen, de estén leérettségiztem, és dolgoztam mellette. És akkor az már úgy menegetett, akkor azért volt két srác, akivel jártam, ilyen rövidebb, ilyen fél éves kapcsolataim, és aztán 20 éves koromban az egyik vendéglátóhelyen, ahol dolgoztam, bejött ugye Imre, akivel én aztán 11 évig éltem, de én mellette se, ő az ország egyik legtehetősebb embere volt akkor, én mellette se a kis fenekemet vakartam, és ennek mindenki a megmutatója, 17 cége volt. A munkájának a fő tevékenysége az osztrákokkal volt. Ő nem beszélt egy szót se semmilyen nyelven, csak magyarul. Azt mind én csináltam. Érted? Tehát én ő mellette is azt tanultam, hogy a semmiből nem lesz semmi. Mi az, amiért te mégis vele voltál, és felnéztél rá az elején, amikor megismerkedtem? Hát amikor megismerkedtem vele, akkor ez nem egy tudatos. Hát 20 éves voltam, gondolhatod, nem volt nehéz elbűvölni, jött egy pasi, 39 volt. Ereje teljében. Hát ez egy közel 40, vagy hogy mondjam, 30-as évei végén járó pali, aki jó karban van, hát az teljesen tip-top. Hát akkor volt úristen olyan hófehér Mercedes-el, mint a királyfinak a lova, érted? Szóval minden az egy csoda volt, és akkor igen, az első pillanatban abszolút elbűvöltek. Ezzel egy hete voltam vele együtt, amikor kaptam egy piros kábriót. Kaptam egy autót, aminek le lehetett nyitni a tetejét, és még fenn megállt a Hilton szállónál, és még a virágboltba telivette az összes rózsát, ami volt, és azt mondta, hogy drágám, nem az autó az ajándék, hanem ide néz, és a hátsó ülést elirakta rózsával, érted? Szóval tudnék mesélni. És egy hét után ott hagyatta velem a munkahelyemet, szóval tényleg egy csoda volt, ez olyan volt, mint egy meset. Akkor azt mondták, akkor ment a Pretty Woman egyébként a moziba vagy a tévébe, és akkor mondták, hogy hát ilyen csak kétszer fordul elő a filmben, meg velem. Szóval az első az egy ilyen őrület volt, igen. Aztán együtt maradtunk, és egy évvel később történt egy borzasztó tragédia az ő életében, elrabolták a lányát, és hát onnantól a következő 10 év az kuka mind. Hú, én egy nagyon más szempontot fogok itt valószínűleg elmesélni, és csak nagyon érintő jelleggel akarom, mert Imre meghalt sajnos tavaly, Isten nyugasztalja őt. Én már nagyon régóta nem tartottam vele a kapcsolatot, én 11 év után, 31 éves koromban elhagytam őt, nagy nehézségek árán ő ezt nagyon nem akarta, amit akadály tudott az utamba gördített, de mivel még egyszer mondom, halottakról jót vagy semmit, tehát azért szőrmentén próbálom elmesélni. 11 évet nem lehet valakivel érdekből lenni, ezt előre szeretném bocsátani. Soha nem voltam egy érdekember. Ha tudnám a bájaimat, vagy az eszemet, vagy a nem tudom mit arra használni, akkor nem itt tartanék, Jézusom, szoroz meg 1001-jel. Érted? Soha nem tudtam. Nem is voltam erre rászorulva. Én az első egy év az egy őrület volt. Tényleg imádtuk egymást, nagyon olaszosan éltünk, és aztán elrabolták a gyerekét. Nekem nem volt akkor még gyerekem, tehát nem tudtam, hogy milyen ez. Megtetted volna, hogy kilépsz abból a kapcsolatból? Abszolút, bármikor. De látod, ettől, amikor azt mondtam neked, hogy az egyik oldalon nagyon egyenes ember vagyok, soha bajba nem hagytam még ott senkit. Soha. És nem is fogok. Mert nekem kell akkor a tükörbe belenézni. Soha. És inkább 10-szer legyen az, hogy valaki kölcsönkért és eltűnt, úristen, hány ilyen kapcsolatom van, engem bajba hagyott, de én mindig belenézek a tükörbe, mert én soha nem csináltam ilyet, őt se. És bizony utána olyan volt ő vele élni, mintha egy halálos beteggel élnél. Nem tudom másképp mondani, mintha egy emberrel, aki rákos, és nem tudod, nem hagyhatod ott, mert beteg. Érted? De ezt ugyanezt a helyzetet képzeld el. És 7 évig még úgy elgurultunk, és az utolsó 4 év az tényleg szörnyű volt. Tehát szerintem nekem több kilométer volt a tévénben, mint a te autódban, érted? Mert én annyiszor költöztem, csak hát aztán mindig valahogyan vissza kellett menni. Szóval nem volt egyszerű, de én maximálisan azt gondolom, hogy kitartottam mellette, és ugye neki van egy családja, aki engem akkor se szeretett, most meg gondolom, hogy még jobban utál, de ez az ő problémájuk, attól még az a Imre engem imádott, és ezt el kell fogadni így utólag is. De szerintem nagyon nagy szerepem volt abban, hogy ő még egyszer talpra tudott állni, hogy ő még tudott ember lenni,
hogy ezt egyáltalán, ezt a tragédiát túl tudta élni, tudta folytatni az életét, tudott tovább dolgozni. Hát ennek 7000 fejezete van, nem is akarok ebbe belemenni, mert nincs is erre idő, hogy ezt elmeséljem, hogy én mit éltem át. Hú, hogy úgy jártam. Néhány részletet azért mondjál. Hát, miket mondjak neked, szívem, azt, hogy... A legjobbat és a legrosszabbat, arra vagyok kíváncsi. Hát a legrosszabb sok rossz volt. Tehát egy párat, egyet nem tudok kiemelni, ugye? Én 1990. augusztus 12-én ismertem meg Imrét. 91. június 27-én rabolták el a Helgát, ugye egy ország tudja. És... Következő évben Imrének egy bátyja volt, egyébként az jól tudom, öten voltak testvérek, az felkötötte magát, öngyilkos lett. Következő évben, amikor már egy kicsit kezdett Imre talpra állni, akkor pont kint voltunk télen Gran Canárián, akkor még nagyon nem voltak ilyen mobiltelefonok, vagy hát itthon volt, de ki nem tudtad vinni, és egyszer csak szól a portás, hogy menjek, mert valaki küldött egy faxot, telefaxot. És apám írt, hogy azonnal hívjál fel. Mondom, mi van? Azt mondja, megölték az Imre sógornőjét. Imre feleségének a húgát, Magda Marinkó orosházán, német Márton Edit, ahol a két kislányt, tudod, az volt az utolsó hely, ahol a Magda Marinkó még életbe hagyta a gyerekeket, bezárta őket. És hát amikor reggel kimertek jönni a szobájukból, akkor az anyjukat ott találták holtan. Szóval mi ilyenekre keltünk, érted? Rendszeresen. Hát meg arról szóltak az évek, hogy mindenki azt mondta, hogy tudja, hogy hol a Helga, megmondja, ennyi pénz, annyi pénz. Hát talán ugye az egyik legvadabb momentum, hogy egy pasi az ezredik mondta, hogy ő tudja, hogy Németországban, Münchenben táncol a Helga valami bárba, és hogy menjen ki az Imre, mert ő majd megmutatja, hogy hol. Csak ugye Imre amúgy sem mennék külön egy lépést se, főleg, hogyha meg még németül is kellett beszélni. Úgyhogy én is mentem, és akkor volt egy tízszeres magyar bajnok, boxoló volt az egyik, Imrének akkor több mint 40 játékterme volt az országban, óriási nagyba nyerőgépezett, és az egyik helyen ő volt a portás, és hát ő is eljött velünk. Őt nem akarom így név szerint mondani, mert ő abszolút még él, tehát részt vesz itt a hétköznapokban. És képzeld el, hogy ahogy közeledtünk Németország felé, vagy München felé, csak előrukkolt a srác a farbával, hogy ő egyáltalán nem tudja, hogy hol a Helga, hogy a fogalma nincs róla, csak igazából le akarta húzni Imrét. Tehát ő arra gondolt, hogy ketten elindulnak, és majd ott az úton leüti, elveszi a pénzét, és elmegy. Csak ezt nem tudta megcsinálni, mert ugye nem kettesben volt a kocsival vele, hanem négyen voltunk. És hát ugye ez a srác, aki velünk volt, ez egy ilyen forrófejű gyerek volt, nagyon szerettem egyébként, ideges lett, megálltunk ott München előtt. Kiszedte a srácot a kocsiból, bevitte az erdőbe, az jó megverte. Hát te is jó megverted volna, nem? Aki ilyennel játszik egyáltalán, hogy keresed a gyerekedet, hogy éle még ugye minden nap az a... Hú, az egyik végletből a másikba él még, nem élt. Valahol a fejbe szerintem ő tudta, hogy nem él a gyereke, de a remény, érted? És fogta azt, elvette a ruháit, hogy ne tudjon kiszaladni, tudod, ne hívjon rendőrt ez a marha. Mi meg beültünk a kocsiba, elindultunk haza Magyarország felé. Hát ugye elérkeztünk a salzburgi határoz, a német-osztrák határoz. Én már láttam, hogy nem jó, amikor bementünk, fogta és a géppisztolyt elővette a csávó. Mondom, itt már valami nem jó, amikor előre vette. Hát be is nyúlt az én oldalamról, a kocsiba kivette a kulcsot, mindenki azonnal ki, föl a motorháztetőre, motozás, minden, egy pillanat alatt az árkába találtam magam, mondom ott a tökéletes németségemmel, mondom, Entschuldigung Sie bitte, mondom, mégis miért vagyunk itt letartóztatva, ó, azt mondja, hát emberölés kísérletének a vágyával, semmi az egész, lám, mondom, minden, nem megyünk haza. Hát aztán jöttek értünk ilyen busszal, jobbra Imre volt rám bilincselve, balra a srác, aki a portásunk volt. Volt vagy három körzet, oda, ahol így átadnak, aztán elvittek az idegenrendészetre, ugye ott hát külön nemek szerint gondolhatod. És soha nem felejtem el a nővel, aki ott a börtönőr volt, vagy ezt hogy hívják, mentünk végig ilyen szekrénynél, kaptam egy lepedőt, kaptam egy lópokrócot, és egyszerre csak kinyitott egy zárkát, és én benéztem, és én láttam, hogy ott 10 ágy van, érted? És hát mondtam, miért itt most meghalok? Hát tudod, miket hallottál, érted, ilyen börtönökről? Mondom, itt én most nekem végem. És én gondoltam, hogy egy ilyen nőt, mint engem, már gondoltad, hogy néztem ki 20 évesen, hogyha most még a jóisten megengedi, hogy ilyen formában legyek. Mondom, a nőnek hirtelen az jutott eszembe, mondom, hölgyem, én apácákhoz jártam iskolába, hogy ez hogy jutott eszembe, azt nem tudom. Azt a nő rám nézett, azt mondja, maga nem volt még ilyen helyen. Hát mondom, én nem. Én biztos nem. Na jó van, jöjjön, és elvitt egy személyes zárkába, az volt a szerencsém.
Úgyhogy aztán ott voltam egy pár napot, és akkor jött a péntek. És rájöttem, hogy ha most délig nem történik valami, akkor a német délbe hazamegy, és én nekem végem, ott lőttek. És olyan sírógörcsöt kaptam, és addig ütöttem az ajtót, én ott is egyébként teljesen jól el voltam egyedül, el kell mondjam, az volt a rohadt furcsa, hogy ránéztél, és nem volt kilincs, érted, belül az ajtón. De én ott elmutyiztam, teljesen el voltam magamnak a kis gondolataimba. És akkor kivágtam a nagy cirkuszt, és kezdve olyan szerencsém volt, hogy amikor kinyitották az árkajtót, akkor jött a bűnügyi főnök, és megkérdezte, hogy kiverte meg ezt a nőt. Érted? Mert olyan állapotot sikerült ott leprezentálnom, azért magyar nő a hisztizik, tudod, az rendesen hisztizik. És meghallgatott az ember, és akkor ez itt is nagyon nagy segítség volt. Tehát a nyelv nélkül, és ezt magyarázom mindig a fiamnak, hogy egy nyelv nélkül halott vagy. És elmagyaráztam neki, hogy kik vagyunk. Hogy nyissa ki az Interpol aktát, hogy ott van benne a Helga, hogy mióta keressük, hogy ide is úgy jöttünk, és akkor nagyon jó fej volt a Pali, mert a végén úgy jöttünk el, hogy megadta a privát telefonszámát, ami azért egy német tisztviselőtől hagyna. Mondjam, hogy mekkora dolog. Elvitetett minket a határig a saját kocsinkhoz egy rendőrautóval, és azt annyit mondott, hogy mondja meg a többieknek, hogy senki nem bántotta az embert, senki nem. És most jön a poén, drágaságom. Az egészben, mert nem ez volt a poén, amit elmeséltem, a srác, akivel mentünk, aki azt hazudta, hogy tudja, hogy hol a Helga, az egy kétszeres gyilkos volt, aki szintén az Interpol körözött, Franciaországba elment ilyen napszámba egy ilyen paraszt udvarra, vagy ilyen gazdálkodó házaspárhoz. Szépen a saját vadászpuskájukkal kivégezte őket, és azóta kereste az Interpol, és én ezzel a csávóval ültem, hadd nem mondjam, hogy mennyit egy kocsiba. Érted? Na, szóval voltak ilyenek. Ezek ellenére... Te még mindig az Imrével maradtál? Soha nem is jutott eszembe elmenekülni, soha. Hát kezded, de élesen jártam, ha már szabad megmondani, mert eltelt 20 év. Hát ugye attól félt, hogy én leszek a következő. Azt mondta, hogy ő neki két ember fontos az életében. Az egyik a gyereke volt, a másik én vagyok, érted? És rendes éles pisztollyal jártam. Hát kezded, volt annyi, hogy mentem haza, lomtalanítás volt, hajnalban mentem haza. Ugye nem mertünk beszélni se, nem tudtuk, hogy milyen telefont hallgatnak, mit nem. És ha ő Szegeden volt, akkor félúton találkoztunk, elmentünk a Szélmalom csárdánál, találkoztunk mindig. És kérlek szépen, jöttem haza, akkor egy hajnal volt, sose felejtem el, lomtalanítás volt, és mindig úgy mentem, hogy a zsebembe ugye a kezem a pisztolyon. És egy csóró pasi guberált ott, vagy hát tudod, nézte, gondolom, hogy mit van ott értékes kivenni, és soha nem felejtem el a kapu előtt, amikor elértem mellé, kiemelkedett a lomból, a bútorból felemelkedett, érted? Hogy én azt nem lőttem agyon, Kriszti. Az a jó Istennek egy hálája. Hát képzeld el, az egész életemnek ott vége lett volna, érted? Szóval nagyon sokáig féltünk ettől, meg nagyon sok mindentől, meg nagyon nehéz volt. Elveszett Imrének az összes pénze, minden vagyon a 0-0-0-ra. Egyszerűen nem figyelt a munkájára, nem is tudott dolgozni. És mindenki széthúzta, tehát mindenki csak erre adjál, ha adsz nekem benzinre, csak egy kocsit vegyél alá, majd én meg tudom, érted, meg ezek a nagyobb ilyen lehúzósdik. És erre teljesen ráment. És akkor eltelt egy jó év, és akkor azt mondtam neki, hogy figyelj Imre, most vagy elpusztul mindenki, de szó szerint mindenki, mert a családod többi tagja az tőled függ, mert mindenki belőled él, vagy abból, amit te dolgozol, vagy nálad dolgozik, stb. Vagy nekiállunk és összekapod magad. És akkor igen, addig, amíg újra ember lett, és újra tudott dolgozni, nagyon megváltozott, tehát amiért én a végén ott hagytam, és ma már megértem, mert egy ilyen tragédia persze, hogy megváltoztat egy embert. Ő, aki jó szívű volt, egy igazi, abban a hagyományos értelembe vett, igazi jó ember volt, érted? Ő azon kaptam magam a végén, hogy csak állandóan exkuzáltam magam, magyarázkodtam, mindent megígért Imre, semmi nem valósult meg embereknek, érted? Akár a legegyszerűbb dolgok, hogy vasárnap átmegyünk hozzátok ebédre. Én már akkor tudtam, amikor mondta, hogy sosem megyünk, érted? Mekkora csalódás volt ez neked, hogy egy férfiban ekkorát csalódtál? Ekkorát csalódtam, ezt se így éltem meg. Nem tudom, szóval belülről másképp néznek ki a dolgok. Belülről úgy néznek ki a dolgok, hogy amikor együtt voltál valakivel, aki nagyon jó volt, nagyon csoda volt, ugye akkor nem vagy ezt hajlandó tudomásul venni, hogy ő már nem az. Mert ugye te ahhoz a képhez ragaszkodsz, ami ennek megismerted, amikor az egész város rólatok beszélt, hogy ti voltatok a pár. És ezt nem engeded el. És szerintem nagyon sok nő itt hibázza el a dolgot. Emberek jó irányba nem változnak meg, elnézést. Ezt talán szabad általánosítani. Én legalábbis nem láttam még. És ha te még mindig azt hiszed, hogy ő az, ami volt, akkor ez egy nagyon nagy tévedés. Ott meg kell törölni a szádat, föl kell állni, és tovább kell menni, nincs mese.
Én már régen előbb tovább mentem volna, de nem tehettem meg, mert nem hagyhattam őt ott. És ő ezt nagyon jól tudta, ezt a kártyát mindig ki is játszani, hogy már csak én maradtam neki, és én is elhagyom. Amikor meg látta, hogy élesre fordul a dolog, akkor meg nagyon-nagyon sokat zsarolt engem érzelmileg, és fenyegetett is, úgymond, tehát ő azért lefestette nekem, hogy amíg én vele éltem, és ezek a saját szavai, addig én királynő voltam, de ha elhagyom, akkor földön futó leszek. És neki nagyon messzire elért a keze, ő egy nagyon jó módú, nagyon tehetős, nagyon közismert ember volt, és mindenki az ő barátságát választotta, nem engem. Érted? Szóval ez nem csalódások, ez tudod milyen érzés? Mintha lenne egy kutyád, akit imádsz, és egyszer csak megharap. Hát nem is tudod, hogy honnan jön az áldás, és miért. Hát de csalódás volt mindenképp ez is. Mindenképpen, igen. De nagyon sok mindenre megtanított. Nagyon megtanultam dolgozni mellette, mint a buldog. Ő egy nagyon egyszerű ember volt, nem egy tanult ember, mert szobafestő, mázoló végzettsége volt, szóval azt tanulta. De eszméletlen józan paraszti esze volt. Úgy tudott döntéseket hozni. Érted? Mi egyik pillanatról a másikra is mindig helyesen. Érted? Ez egy olyan tulajdonsága volt, amit mindig csodáltam. Nagyon megtanultam tőle vállalkozást vezetni, mindenre emlékszem. Képzeld el például, ugye ő még csak most halt meg, úgymond tavaly. Tehát 20 évet leéltünk úgy külön. Soha többet nem beszéltünk, egyetlen egy szót se. És tudod, mi hiányzott a legjobban? Annyira szerettem volna neki megmutatni. Bár biztos láttam, mert voltak olyan sikereim, amik aztán hangosak lettek, hogy legyen ám büszke, hogy ezeket tőle tanultam, hogy ezt tőle lestem, hogy úgy csinálom, ahogy ő csinálta. Érted? Fontosak ezek a visszajelzések különben? Igen. Igen, mert ő egyáltalán nem hitt bennem, vagy hogy most ezt azért mondtam, mert ott van ez a lelki terror, amitől csúnyának, meg butának érzed magad, meg bénának. Ezt azért egy idősebb férfi, oké, hogy mondogatja egy fiatalabb nőnek, mert voltam, amikor álltam a fülöszöbe, és azt mondta, hogy jó, nézzél már magadra, már tiszta ránc vagy, már nem kellene, és senkinek örüljél, hogy még én nekem, még nekem kell lesz. Szóval voltak ilyen szövegei. De hát ezt én nem vettem soha komolyan. Nekem mindig volt egy ilyen nagyon egészséges önérzetem, amit most sokat olvasok, így néha, amit megmutatnak a neten, akik engem így gyűlölnek, vagy irigyelnek, és akkor mondják, hogy olyan idegesítő az a beképzeltsége. Ez nem megképzeltsége, ez magabiztosság, drágám, és ezt ki kellett ásni onnan rohadtméről. Mert amikor én ott álltam, és nem volt Benetton rakott szoknyám, akkor nem volt önbizalmam se. Érted? Szóval egy egészséges önbizalom kell a mai élethez, mert ha te se szereted magad, akkor kérdezem én, ki fog. Nem? Senki. Te az előbb említetted, hogy apukádhoz, amikor költöztél, akkor ott azért nem gyerekbarát dolgok fogadtak, hogy mire gondoltál egészen pontosan? Hát, tudod, mondtam már így azért finoman érintve, hogy ott azért egyik nő adta a kilincset a másik kezébe. A legbántóbb talán az volt, amire így emlékszem, hogy én azért nem mentem úgy a délután moziba, mit tudom én, kézilabdázni, bármit csinálni, ahova ugye mindenki, aki kiszabadult az iskolából, mert ugye én dolgozni mentem, és ezt dolgoztam heti 500 forintért, és akkor egy lány megfeljött, és akkor mondta, hogy anyukám, itt van 3000 taxira. Érted? Szóval ezt ugye azért a helyére kellett tenni, de még egyszer mondom, nehéz ezt így megértetni, akár veled is, vagy másokkal. Nem volt bennem harag ezért, tudod? Ma már igen. Tehát ma már, de majd csak abba az irányba, hogy hogy az Istenbe tudja ezt egy szülő megcsinálni a gyerekével. De nem haragszom rájuk semmiért, tudod miért nem? A legtöbbet adták nekem, amit ember adhat. A létező legtöbbet azt, hogy mindig talpra esek. Hogy nem tudsz engem olyan helyre a világon kitenni, ahol én 3 hónap múlva nem vagyok talpon. Szóval a legtöbbet, de valóban, szóval az nem egy gyereknek való, vagy egy fiatal tinédzser lánynak való közeg, mert ott elmehetett volna ám az értékítéletem, és én is hamar a sarkon találhattam volna magam, hol ott van ez a híres mondás, ugye, hogy a prostituálódás az csak helyrajzi kérdés, mert sokszor jobban becsülöm azt, aki a sarkon felvállalva űzi ezt, mint a konyhába a gázszámláért. De azt akkor lehet mondani, hogy amit elvett tőled a sors, azt te visszaadod a fiadnak. Hát maximálisan. Nyugodtan kérdezzétek őt. Maximálisan, igen. De ez se egy előre kitervelt dolog részemről, hanem ez így jön. Szóval ez minden zsigeremből így jön, és nem is lehet másképp. Tehát én betegesen, 18 éves a gyerek, 2 fejjel magasabb, mint én, érted? És én még mindig azt mondom, hogy kisfiam, nem jól öltöztél föl, érted? Mert amíg én élek, addig én tudom, hogy ő neki mi a jó. Mert én tudom, mert én vagyok az anyja, érted? Igen.
Imrétől hogyan tudtál elszakadni végül 11 év után, ami nem volt egyszerű, gondolom. Hát ez nem, drágám, nem. Én azért budapesti lakos voltam, hogy finom legyek és nőies, előbb, mint ő, mert ő költözött hozzám, vagy miattam fel Pestre. De hát nekem el kellett ott hagyni a pályát, jó rendesen, én úgy kerültem Győrbe, tehát ő azért egy jó 4-5 hónapon keresztül üldözött engem, és itt tényleg még egyszer próbálom, de azért ez az én életem is volt, tehát hagyj meséljem már el én, mert az én akkori életem egy harmadát befolyásolta ez, és azért én is szereplője voltam ennek, elég jó főszereplője, tehát értem én, hogy ő is most már nincs közöttünk, és ezt nagyon sajnálom, és még egyszer nem akarom itt csorbítani az ázsióját. De azért ő kőkemény dolgokat csinált meg azért, hogy engem ellehetetlenítsen, vagy bántódásom essen, talán ezt is mondhatom. Azért tudni kell azt, hogy amikor a végén eljöttem tőle már nagyon sokadikra, akkor ezt úgy tudtam megtenni, hogy amikor nem volt otthon. Akkor azért én kinyitottam a széfet, akkor gondolatot több mint 20 évvel ezelőtt, ez 2001-ben volt 30 millió forint készpénzbe bent. Én egyet vettem ki. Szerintem ez elég sokat elmond rólam és a jellememről, ugye? Mert azért én 11 évig ott húztam ám az igát, az, hogy ő kínosan ügyelt arra, hogy soha semmi ne kerüljön a nevemre, stb. Hát ezek mind eszközök, amivel egy idősebb férfi, egy fiatal nőt sakba tart. De én egyet vettem ki, kivettem a kis ékszereimet, amiket kaptam ez alatt a 11 év alatt, és egy kocsi volt, sose felejtem el, egy SLK Mercedesem volt, az volt a nevemem. Azzal jöttem el, azt adtam aztán el, abból kezdtem el az első kis vállalkozásomat. De hát ő azért utányom nyúlt, ahol csak tudott, és most ilyen alvilági dolgokban nem is akarok így belemenni, hogy ott milyen próbálkozásai voltak. Ott mindig az volt a szerencsém, hogy mindenki ismert és szeretett és figyelmeztetett. Tehát ez egy nagyon nagy mázli volt. És akkor, hát amit csinált, azért rakatott rám egy Interpol körözést. Ott az volt a szerencsém, hogy ugyanahhoz a rendőr alezredeshez került ez az ügy, vagy ő magához vette. Aki azért 10 évig jóformán velünk élt, mert hát a napi szinten az volt a dolga, hogy ugye a Helga ügye igazán soha nem oldódott meg, aki ezt tudja, hogy bár volt, aki ebből kapott ítéletet, és azt le is ülte, de sajnálatos és borzasztó módon neki egy csontja nem maradt, ahol a végtisztességet ugye le lehetett volna róni. És ezért ez mindig egy ilyen nyitott, én nem akarok itt most a részletekben belemenni, kis kérdés maradt. Szóval mi egy ilyen nagyon közeli kapcsolatban voltunk többek között ezzel az alezredessel is, és akkor ő hát kérdezte, hogy Natika, mi a gond, mi az, hát mondom, elhagytam Imrét, azt mondja, látom, mert rendesen tett rám egy körözést, hogy őt kiraboltam, de hát őt tudták, hogy hát nem, ennek egy szó se volt igaz, meg is szüntette aztán ellenem az eljárást, tehát végtelen kedves volt. És akkor még 5 hónapig hagytam ezt az üldöztetést, amikor sose tudtam, hogy éppen honnan jön az áldás, és akkor 5 hónap után meguntam. És addigra én már Győrbe voltam, és volt egy ügyvédnőnk, aki szintén azt az 10 évig ismert minket együtt, hát nálunk dolgozott, vagy velünk dolgozott. És akkor felhívtam, és mondtam, hogy figyelj, én azért 11 évig ott voltam, azért annyira buta lány nem vagyok. Az, hogy engem úgy neveltek, hogy a betyárbecsület, nem beszélünk, nem árulunk el semmit, ha nem vagyunk együtt is, ugyanúgy képviseljük egymás érdekeit, mint amikor még együtt voltunk. Mondom, ez a ti külön szerencsétek, de mondom, egy valamit szeretnék tisztelettel kérni. Ha véletlenül valami bajom esne, és ebbe beletartozik az is, hogy ha náthát elkapnám, mondom, erre az esetre csináltam 2 borítékot. Az egyikre azt írtam, hogy rendőrség, a másikra pedig azt, hogy sajtó. Nem mondom, hogy ha Imre szeretne még ebbe az országba élni és vállalkozni, már pedig más lehetősége nincs, mert külföldön ugye a középfokú magyarjával nehezen boldogulna, akkor tényleg még arra is nagyon figyeljetek, hogy a náthát se kapjam el. És érdekes módon képzeld el, 10 perc múlva Imre felhívott. És mondta, hogy ő neki semmiféle szándéka nincsen, csak ez, hogy békességbe váljunk el. Mondom, milyen jó. Nem? Hát nekem is csak ennyi van. Soha többet nem hallottam róla. És így is halt meg tavaly. Soha többet nem beszéltem, nem hallottam volna. Természetesen nem ismerjük egymást, de kérlek, hogy hidd el nekem, soha nem volt semmilyenféle boríték. Nem is tennék ilyet soha. De itt is olyan jól blöföltem, már többször jött ez be nagyon életembe, hogy soha többet a közelemben nem jött, és hagyott is aztán élni. Aztán én lekerültem így kézen közön Győrbe, eladtam azt az egy kis kocsimat, és elkezdtem vállalkozni, lett egy fehér nemű boltom, kérlek szépen. Ez volt az első igazi saját vállalkozásom a Győri Plázába. És az hogy ment? Hú, nagyon jól! Hát ott akkor az irigyeim, akkor én voltam a bugyi királynő. Szóval én mindig voltam valami, kérlek szépen, most a semmen istennő vagyok az interneten, akkor meg a bugyi királynő voltam. Nem tudott másképp menni, Kriszti, mert éjjel-nappal azt csináltam.
Érted? Nem volt még előtte fehér nemű boltom, azt se tudtam, mit kell csinálni. Az első hónapban volt egy vakvágányom, mert elmentem a fehér nemű nagykertbe, és vettem 85 D-s melltartókat, de abból nagyon sokat. És amikor már másodjára mentem bevásárolni, akkor azt mondta ott a tulaj, hogy hölgyem, hát maga hova viszi ezeket a melltartókat? Hát mondom, a boltomban nagy büszke voltam, mondom, a Győri plázában ennyi van, nagy fehér nemű bolt. És mondja, és akkor ott hogy? Tudom, mindenkinek ekkora a belle, vagy mi? És akkor leesett, hogy hello. Hát nem olyat kell venni egy üzletbe, ami neked tetszik, hanem mindent, ami másnak tetszik. És képzeld el, amikor én azt átvettem ezt a boltot, ez 2000, most nem akarok hazudni, mindjárt mondom, egy tavaszán volt, és volt még Sréjen szembe velem, akkor még nem volt Zara itthon, mint a nagy üzletlánc, egy Zara fehér nemű bolt. És december végére kicsináltam. Vége volt, bezárt. Elment. Ennyi idő nekem elég volt. Minden pénzemet áruba tettem. Eladtam a kocsimat, vettem egy kis 206-os Peugeot. Feljöttem Pestre, még áruér, megláttam, annyi volt a nagykertben, nem lehetett kijönni. Mondom a csávónak, a kocsit beszámítod? Azt mondja, persze, menjünk ki, nézzük meg. Mondom, itt van, gyere, nézed, 2,6 millió. Mondom, adjál érte árut. Én már este a vonattal mentem haza, drágám, és zsákokkal. Érted? Annyi áru volt, egy közel 80 nézetméter lehetett az üzlet, akkor eladási áron 60 millió forintért lógott benne áru. Nem tudtál úgy kimenni, hogy ne vegyél valamit. Minden volt. Kizárólagosságokat szereztem a magisztrál fürdőruhára, a legdrágább, legelegánsabb, legszuperebb fürdőruha volt akkor. Egész Győr Moson-Sopron megyére az összes szlovák átjárt hozzám vásárolni, mert akkor ilyen lehúzó, kódos vevőkártyáim voltak, érted, hogy kedvezményt kapnak. Hát mit kell többet mondani? Ott ültem a gyerekem augusztus 28-án reggel 9 óra 40 perckor született, az vasárnap volt. Én augusztus 27-én este 8 órakor még a földről a hideg kövön árultam a tangát a fürdőruhához, mert kiárusítás volt, ha mondom, most nem veszik meg a tangát, akkor soha. És egy doboz tanga 5 millió forint volt eladási áron, olyan drága volt a fürdőruha. Úgyhogy kérlek szépen, nem annyi nem volt, most hazudni nem akarok, de drága volt. Most már egy részleteire nem emlékszem. De szóval nagyon drága, egy tételt képezett, egyharmadát a bikini árának. Úgyhogy én már onnan nem tudtam felkelni, mert akkor a hasam volt, érted, úgy voltam, mint a büdös bogár, hogy nem tudtam már visszafordulni. De én onnan este 8-kor felálltam a körről, és másnap reggel 9:40-kor született a fiam. Szóval nem lehetett másképp, csak jól, mert mindenemet ebbe tettem, és minden energiámat ebbe tettem. Imrétől, amikor eljöttél, akkor mind lelkileg, mind szellemileg, te hogyan élted ezt meg, ezt az egészet, és hogyan tudtál tovább lépni utána, férfiakra nézni ezek után? Hát lelkizni nagyon nem volt idő, mert ugye üldözött keresztül kasul az országon, tehát inkább mindig a visszapillantót néztem a lelkizés helyett, hogy mikor mi jön. De azért van egy nagyon érdekes dolog, amit még el kell. Tessék, volt persze. Abszolút, abszolút. Azért úgy utólag azért elmesélték, hogy hányszor úsztam meg, és véletlennek, vagy másnak a jó indulatának a során. A nagymamám egyszer azt mondta nekem, hogy ugyanannyi energiába kerül barátokat szerezni, mint ellenségeket. És én ezt mindig gyakoroltam. Nekem egyetlen egy olyan ellenségem nincs a mai napi, Kriszti, akit én szereztem. És ezt becsület szavamra mondom neked, innen többet fel ne keljek, egy fillért ne keressek, bármire, amire szeretnéd. Mindegyiket az irítség alapján szereztem. Vagy a pénz alapján, hogy kölcsönkért is nem adta vissza. Vagy tanult tőlem valamit, a mai napig abból él, de még én rám haragszik. Ilyen rengeteg van. Olyan, akit én szándékosan becsaptam, megkárosítottam, tönkretettem, rossz hírét keltettem, egyetlen egyet mutas nekem. Egyetlen egyet. Nincs. Érted? Nincs. Soha nem így szereztem az ellenségeimet. És Imre miért nem tudott elengedni? Hát ő megmondta ezt, ő elmondta, hogy neki két ember volt fontos az életében, a gyereke, azt is elvette tőle az Isten és engem is, és ezt ő nem, ő már ehhez túl öreg, hogy még egyszer kineveljen magának valakit, ő ezt így meg is mondta. Egyébként én meg is értem, hogy én azt a nagyon nagy hiányt azért hagytam, vagy azt a nagyon nagy űrt magam mögött, mert én mindenben olyan voltam, amilyennek Imre akart. 20 évesen kerültem hozzá. Én úgy főztem, én úgy kavartam a rántást, én úgy vezettem, én úgy öltöztem, én úgy szerettem mindent, ahogy ő tanított engem. Érted? Ha így veszed, akkor ő kikupált engem, nem tudom ezt másképp mondani, érted? De a szónak a jó értelmébe. És ő neki már erre nem volt még egyszer érkezése. De miért akart volna neked ártani, hiszen szeretettel világ? Hát azért... pontosan ezért, mert az, van a szeretetnek az önző módja, az az, hogy szeretem, ha. Szeretem, ha engem szeret, és azt csinálja, amit én mondok. Hogy ő meg is mondta, hogy ő tönkre tesz engem. Azt mondta, hogy vasárnaponként a Vöröskeresztnél fogsz sorbálni egy tányér ételért. Érted?
Ő ezt elmondta. Ilyen képeket festett le, hogy ő majd jön a Margit hídon, én állok a villamos megállóba, és akkor tócsa lesz, és ő majd az 500-as Mercedes-szel rámizéli a vizet. Ezeket ő lefestette nekem. Hogyne, hát ennek nagy pszichológiája volt, és én nagyon sokáig féltem, és ezért mondom azt még egyszer, és mindig csak ezt tudom mondani, mindenkinek üzenem, nincs félelem, ez a dolog nem létezik. Van orchidea, van üvegasztal, van pohár, van karóra, félelem nincs. Ez csak a te fejedben létezik, és embereknek nincs hatalma feletted, csak annyi, amennyit te hiszel, és én akkor nagyon sokat hittem. Én hittem, hogy nem tudok boldogulni, hogy éhen halok nélküle, hogy nem fogok talpra állni, hogy senki nem fog nekem munkát adni, hogy mindenhova elér a keze, tataratara. Ezt én mind elhittem. Sajnos, nagyon sokáig. Sajnos. Aztán ugye tulajdonképpen ezt el akartam mondani nagyon, hogy mennyire meg tud betegíteni, és végül is a mai munkám is ehhez fűződik, hogy hiszek ebbe, hogy minden betegség pszichoszomatikus. Én nem vagyok orvos, és nézzétek el nekem, én egyáltalán nem vagyok messze sem olyan tanult, mint az orvosok. Hogy bírtad ezt egészségileg esetleg, hogy volt-e bármilyen hozadék? Én a végére megbetegedtem. Én Imrébe belebetegedtem. Abba, hogy nem tudtam onnan eljönni, hát képzeld el, mi a Balatonon laktunk, konkrétan Balaton Szárszón, nem titok, és azért ott mi nagyon kemények voltak a telek. Tehát tavasztól őszig a Balaton marha vicces, mert tele van turistákkal, meg barátokkal, meg kártyázunk, meg minden, és ott ősszel záróra, ott lehúzták a rollót, és akkor egyedül vagy azzal az emberrel, akit már a hátad közepére se kívánsz, mert egy olyan cezeromániás, Napóleon komplexusos, érted, aki ott nyom agyon, ahol tud, és nem tudsz kimenni onnan. Nem, és akkor én nekem már este már volt, hogy tudtam, hogy este 6-kor, 7-kor bezárta az ajtót, és kiszámoltam, hogy az agya reggel 9 óra, mire először onnan ki tudok menni. Addig nincs, addig ott együtt kell lenni. És én ebbe a végén beteg lettem, de fizikailag beteg. Lett egy olyan autoimmun betegségem, amit úgy hívnak, hogy lupus erythematosis, az azt jelenti népi nyelven, majd most még ne lőjük le a poént, elmondom, hogy mi a magyar neve, hogy az immunrendszeret tulajdonképpen a belső szerveidet tönkre teszi, és ennek nálam még csak a külső jelei voltak, méghozzá a napfény hatására ilyen borzasztó, piros, kiemelkedő, ilyen plakoknak hívják ezt, és többek között az orromon is, a karomon is, én nem tudtam már a kocsiba se, ha a szélvédőn jött át a nap. Én már egész nyáron hosszújúba jártam, az ilyen hegymászó szövetségtől szereztem akkor ilyen 100 plusz faktorost, amivel a Himalájára mennek napkrémeket, és folyamatosan Szegeden voltam az egyetemen, a bőrklinikán kivizsgálásokon. Ezt az LE antitestet kimutatták a vérembe, mindenféle dolgokat kaptam rá, és elhagytam Imrét, ezt úgy képzeld el, ezt soha nem felejtem el, március elején volt. Az volt az az év, amikor az Arafatot elhagyta a felesége, és a Ritzbe, a Párizsba, a szállodába bujkált. Ez egy eszméletlen nagy felhördülés volt. És akkor Imre még így hivogatott és terrorizált, és mondtam, hogy ne haragudj, drágám, ha az Arafatnénak sikerült, és ő megmerte próbálni, akkor nem maragszol én is. Adok ennek egy esélyt. De hát ez nem volt messze ilyen vicces. És volt egy barátnőm, aki ott hordta nekem a kaját, meg segített, meg így bújtatott. Igazából ugyanott béreltünk a Balatonon egy lakást, mert ő mindenhol keresett engem a világon, a féltestvéreméknél, Amerikába, anyámnál, Ausztráliába, mindenhol, csak pont ott, ahol volt az orra előtt, ott nem keresett engem. És kártyáztunk, nagyon szerettünk römizni, és ahogy ment el a nap, nem figyeltük, nem húztuk rám a napernyőt, és a kezem, soha nem felejtem el, egy ilyen sávban látszott, hogy megkapta, a nap piros volt. Mondom, Úr Isten, a barátnőmnek, Jézus Mária, végem, holnap mehetek vissza Szegedre, a klinikára, halál, mind meghalunk, izé. Reggel anyukám fölkeltem, és ilyen egészségesen barna volt ott a kezem. Visszamentem Szegedre a klinikára, nem volt ele antitest a vérembe, azt mondta, hogy ilyen nincs a professzor, mert ebből a betegségből meggyógyulni nem lehet, ez nincsen, ez fizikai képtelenség, de ott az összes dokumentációm. A nagyon sokáig ott az egyetemen, a mai napig nem tudom mondani, de magát a betegségnek, ezt a bőrtünetét az én orromról lévő fényképről tanították, érted? Ez a betegség egy gyógyíthatatlan betegség? Én úgy tudtam, igen, abszolút. Tehát én aztán utána visszamentem, amikor ez az ominózus eset megtörtént, hogy véletlenül a napon maradt ugye a kezem, és másnapra csak egészségesen pír volt rajta, és ott elmagyarázta nekem a professzor, hogy ez egy gyógyíthatatlan betegség, tehát ebből nem lehet meggyógyulni, és igenis nekem nincs azóta se ez a bizonyos LE antitest a vérembe.
soha többet semmi bajom nem volt, minden nyáron feketet magamhoz képest barna vagyok, egy fényvédőt nem kell jóformán használnom, és most jön akkor a slusszpoén, kérlek szépen, hogy mennyire igaz az, amiben én hiszek, hogy a lélek betegíti meg a testet. Hát ezt a lupus erythematózist, ezt népies nyelven magyarul úgy hívják, drágám, hogy farkas harapás. Az embert, akivel én éltem, azt pedig Farkas Imrének hívták. Nem hiszem, hogy jobban meg kell mutatni a jó Istennek, ugye, hogy menj arrébb, mert nem jó helyen vagy. Na. Szóval én ebből értettem, és akkor ugye utána lekerültem Győrbe, itt az üldöztetések során úgymond, aztán kézen közön belekerültem ebbe a fehérnemű boltba, amiről beszéltem, és aztán igazából nagyon hamar megismerkedtem a fiam apjával. Mivel a fiam apja, mivel él, bár 2 éves kora óta nem látta a fiamat, és nincs egyikünknek se semmilyen kapcsolata vele, ezért a fiamra való tekintettel sok mindent nem szeretnék mondani, annyit igen, közel 6 és fél évet éltem vele, nagyon szerelmes voltam belé, mindent megtestesített külsőre, ami nekem egy férfibe tetszik, azért tudni kell, hogy nekem sose volt még olyan pasim, akinek munkahelye, pénztárcája vagy szandája lett volna, ez nem az a közeg, ami engem volt. Én szerettem ezt a rossz fiús sztorit egy kicsit, de ugye a határon belül, és nagyon-nagyon szerettem őt, sajnos olyan volt az életvitele, és itt most finoman és elegánsan fogalmazok, amikor már a kisfiam megvolt, ez abszolút realizálódott bennem, hogy ez nem való egy gyerek közé, vagy egy gyerek ezek közé a körülmények vagy dolgok közé. Az ő életvitele az nagyon sok veszekedést generált, a veszekedés mindig tiszteletlenséget szül, és erre nagyon felhívnám a fiatal szülők vagy a szülők figyelmét. Ha veszekedtek, akkor nem lehet úgy veszekedni, hogy ó, ön Béla, önnek most nincs igaza, ennye bejje, és akkor ő majd visszamondja, hogy de Marika, hát higgy el, hogy nekem van igazam, nem, hanem ez egy anyázási torkol, és stb. És én mindig arra gondoltam, hogyha a fiam azt látja majd, amikor már érti, hogy az apja így mer velem beszélni, akkor ő is így fog. Érted? És én nem ezért szültem gyereket. Én elmondtam a fiamnak is 1 milliószor, én se hülye gyereket nem szültem, se bűnözőt, se drogost, se semmi ilyesmit, mert nem ezért dolgozok éjjel-nappal. Úgyhogy sajnos, igazából racionálisan, akármennyire fájt, meg kellett azt a döntést hozni, hogy ki kellett szavazni a villából az urat, mert ő volt ott a leggyengébb láncem ebben a családpolitika szempontjából. Úgyhogy őt onnan el kellett kérem szépen távolítani, és nagyon nehéz volt, közel 10 évig egyedül voltam. Nem is akartam átjáróházat a fiamnak az életébe, hogy ez, mert nem kell összekeverni egy gyereket. Ráadásul van egy olyan filozófiám, hogy senki nem fogja úgy szeretni a gyerekedet, mint te, vagy mint a saját gyerekét. Biztos vannak nagyon intelligens emberek, akik elfogadják a párjuknak a gyerekét, és tisztelet a kivétel, és le a kalap. Tehát én semmi, én mindig csak azt tudom mondani, velem mi történt, és én hogy éltem meg. És ez ne húzzátok rá másokra, mert minden alól az erősíti a szabályt, hogy van kivétel. Mikor született a fiam? A kisfiam 2005-08-28. Akkor változott meg az én egész életem, közel 35 éves voltam, és itt is, ha szabad elmondani egy érdekességet, nekem 7 darab helyről volt papírom, hogy nem lehet gyerekem, csak művi úton. És olyan helyekről, mint a János Kórház meddőségi központja, tehát nem ilyen vicc papírok voltak ezek, és még előtte, ugye a fiam augusztusban született, előtte év márciusban sajnos, nem áprilisban elnézést, meghalt a nagyanyám, és soha nem felejtem, már 3 nappal később be voltam írva, egy műtétre, egy cisztám volt, és egy nagyon tüneményes nőgyógyászom van, a mai napig ő az orvosom, és a gyerek is nála született, és mondta, hogy hát ez egy ilyen laparoszkópos műtét volt, amikor felébredtem, hogy nagyon sajnálja, de az egyik petevezetékemet ki kellett venni, mert el volt hegesedve, biztos sokszor lehetett petefészekgyulladásom, ami így is volt, mert amikor vendéglátoztam, általában a nyelvtudásom miatt mindig ajtóba voltam, és mindig felfázva, úgyhogy gondolom, hogy ez ennek volt a hozadéka vagy maradéka, és mondta, hogy hát sajnálja, de így egyel kevesebb esély, amit így is tudtunk, hogy én nem fogok úgymond normális úton teherbe esni, és hogy hát a baloldalit, ami megmaradt, azt megpróbálta így átfújják, vagy megnézik, hogy átjárható, és mondta, hogy az is totál, igen, hogy teljesen esélytelen, és hát hogy nagyon sajnálja.
hú, akkor én ezt nem realizáltam akkor a problémának, mert bár már 34 éves voltam, de nem gondoltam, hogy én hüde annyira most hirtelen gyereket akarok. És nem fogod elhinni, de képzeld el, hogy következő év januárban, ugye ezt nagy szilveszteri buli ez az, és egyszer csak én rosszul lettem. Én még soha életemben előtte nem hánytam, és annyira rosszul lettem, hogy hánytam. És én azt csináltam, hogy kihívtam a körzeti orvost, aki még szegény adott is nekem valami injekciót, hogy én jobban legyek, mert ugye mindenre gondoltunk, de arra nem, hogy én terhes lehetek. És akkor jött egy ilyen tudományos barátom, és azt mondta, te hülye, te terhes vagy. Mondom, én te hülye vagy, mondom, hogyan lennék én, te nem vagy, de majd ő visz egy tesztet. És képzeld, hogy pozitív lett. És hát felhívtam az orvost, és olyan ideges voltam, hogy letegeztem szegényt, akit én nagyon tisztelettudó ember vagyok, sose tegezném, és mondom neki, hol vagy? Hát én a kórházban, azt se tudta szegény, hogy letegeztem, hogy hirtelen mit mondjam, mondom, ma ott nem menjél sehova, azon nem megyek. És csinált egy hüvei ultrahangot, és én terhes voltam. És ez az ember, ez egy nagyon istenhívő ember. És rám nézett, soha nem felejtem el, még arra is emlékszem, hogy feküdtem, itt ült mellettem, rám nézett, azt mondta, én nem veszem el. Mondom, normális, hát hogy kéne elvenni? Hát mondom, az is egy csoda, hogy lett. Hát mondom, de hogy vesszük el? Soha. Tehát egyetlen egy gondolatom soha nem lett volna az, hogy elvenni. És akkor először felhívtam egy barátnőmet, aki aztán a gyereknek a keresztanyja lett, és mondom neki, hogy te leszel keresztanya? Azt mondja, hülye vagy, hát hogy ne lennék? És akkor mondom, jó van, felhívom az apját, az vadászni volt, mondom neki, szia, azt mondja, minek hívsz, itt vagyok, a lesen csöndbe legyél, tudod, jön a disznó, hát az, mondom neki, te barátom, mondom, gyere le, mert van egy hírem, azt mondja, hagyjál, most másztam föl, mondom, gyere le, barátom, mert le fogsz esni, olyat mondok. És akkor mondom neki, hogy terhes vagyok, ja, majd ő hazajön, és ezt majd megbeszéljük, mondom, no, itt nem beszélünk meg semmit, drágám, ez a gyerekhez marad, hogy te maradsz-e vagy se, azt te majd eldöntöd, de a gyerek az marad. És az első perctől kezdve így volt. És valahogy én éreztem is, Kriszti, hogy nekem igazából csak addig rossz, vagy addig van ő rá szükségem, amíg ez a gyerek kint nincs. Tudod? Hát aztán jött egy csomó minden érdekesség. Képzeld el, hogy a gyerek aznap született, amikor a keresztanyja, nem hiszed el, ő is augusztus 28-án született, csak mit tudom én hány évvel korábban. Szóval voltak ilyen érdekes dolgok. Még amikor a terhességem alatt az apja nagyon normális volt, nagyon összeszedte magát, igazából ott a tejfakasztóval el is szabadult a pokol, tehát onnantól már nem volt nagyon kiszámítható ez a történet, és akkor még sokáig próbáltam ilyen ultimátumok, ha nem ezt csinálod, ha nem így, ha nem úgy, de nem tudsz. Tehát dolgokat, tulajdonságokat, szenvedélyeket nem lehet megfékezni. És akkor én ezt választottam, hogy mi külön megyünk. És akkor sajnos ezzel együtt jöttek a nehézségek, volt egy gyönyörű házam, azt akkor még eladtam azért, mert úgy volt, hogy közösen veszünk házat. Ez aztán már nem sikerült, úgyhogy sok pénz árán egy ugyanolyan házban manővereztem magam csak egy kerülettel arrébb. És aztán megjött a svájci frankválság. Új időszámítás kezdődött bizony 2009-től. Ezt sokan tudják. Az megroppantotta az egész... Addig életedet tulajdonképpen hát nem, a vállalkozásodat? Hát nem, életem, hanem ott, ahol van, ott el is vágták, mint a film. Ki volt írva, hogy vége. Érted? Akkor vettem új házat, új kocsit, új kutyát, még a kutya is új volt, érted? Tehát én mindig nagyon-nagyon sikeres. Akkor már, hogy még ugrottunk egyet, ugye meg volt majdnem 5 évig ez a fehér nemű boltom. Győrben akkor egy bevásárlóközpont volt, ez a Győri Pláza. Lehetett tudni, hogy nyílik az Árkád, ami sokkal szebb, sokkal nagyobb volt, és Győr belvárosában volt, nem kijebb, ahol a pláza. És akkor volt egy évem, tudtam, hogy vagy átmegyek oda, de akkor ott 30 millió volt egy üzletet nyitni, és én már az eszemmel tudtam, hogy nem szabad átmenni. Elmondom, hogy miért. A H&M, a Zara, a C&A mind akkor jöttek. Érted? Ebből 2 fehér nemű tárul, amivel nem tudsz konkurálni, mert olyan áron teszi. És én tudtam, hogy ezt el kell engedni, akármennyire vérzett a szívem, pedig olyan fehér nemű boltom volt, hogy képzeld el, 20-23 évvel ezelőtt, december 23-án 1,5 millió forintot árultam. Hát tudod képzelni, az mi volt? Jézus ereje. Szóval el kellett engedni, és más után kellett nézni, és mivel jól beszéltem németül, és akkor volt ez a mindenki bárlistás, és senki nem kap hitelt, kerestem egy osztrák bankot, akkor is egy barátnőmnek a segítségével, nekik egy nagyon jó kapcsolatuk volt, és csináltunk egy céget rá. Mi azt gondolom, hogy nagyon korrektül nyomtuk ezt, mert nem előre kértünk pénzeket, meg 10%-okat, ahogy ezt sokan tették, hanem mi valóban 3% jutalékért dolgoztunk, de csak abból, amit tényleg lefolyósított aztán a bank. Közel több mint 4 évig csináltam, több mint 400 jelzáló hitelt, közel 500-at adtunk ki ez alatt az idő alatt. Nagyon sikeres voltam, imádtam a munkám, egy hónapban 6000 kilométert mentem, azt is toltam, húztam, mondtam, minden jó volt, és ennek egyik napról másikra vetett véget ez a válság. Tehát én nem csak a
munkámat veszítettem el egyik napról, hanem még a létünk is bizonytalanságba került, mert nekem is akkor volt újházam, nem sok pénzt vettem akkor fel rá, talán 9 millió forintot, de az egy hét alatt 19 lett, tudod? És hirtelen mindenki árulta a házát, mert mindenki látta, hogy nem tudja visszafizetni. Úgyhogy ott jött egy olyan év, amit én soha nem felejtek el, Kriszti, és bármilyen sikeres vagyok, ismét hála a Jóistennek, az mindig itt ül, mint a boszorkánynak a macska. Érted? Itt ül a nyakamon, mert azt nem felejted el, ha egyszer meghasalsz. És én egyszer hasaltam meg, és attól függetlenül, hogy nem a saját okomon, tehát hogy nem én, mert van, aki egy rossz gondolat, rosszul vállalkozó, rossz helyre teszed a pénzed, érted? Tehát még önhibámon kívül is volt, és mégis egy olyan ember, mint én, aki megszokta, hogy az üzlet nagyon megy neki, ha nem tudsz pénzt keresni, hülyének érzed magad. Nagyon rövid időn belül teljesen hülyének érzed magad, képességtelennek. Elveszíted saját magadba a hitet. Na már most nekem a Jóistenen kívül és magamon kívül másban nincs hitem. Mert soha nem segített senki, nem is kértem, érted, nem is kell. Persze vannak apró dolgok leszámítva, majd mesélek egy házaspár az életembe, aki a fiamnak olyan volt, mint a mamája. Szóval ilyen segítségeket kaptam, de mivel nincs élő rokonom a fiamat leszámítva, érted? Én nekem nem is volt soha senkihez nyúlni, vagy számítani, vagy gondolni rá. Úgyhogy elkezdett magad csont hülyének érezni, mert nem tudsz pénzt csinálni. 20 ezer forintot nem tudsz csinálni. És én egy évig éltem ebbe benne, ez lelkileg teljesen levitt engem, amin volt ékszerem, azt egy év alatt megettük, azt ott ragadt az állókba, mint a automata csak befele ment, ki nem jött semmi. Az összes biztosításomat felmondtam, megtakarított pénzemet kivettem, eladtam, visszaváltottam, felfüggesztettem, megállítottam, amit ember el tud képzelni. A legnagyobb félelmem az volt, hogy bárlistás leszek, mert akkor nem tudok vállalkozni. És én nem tudom, anyám nem jöjjön iratni a céget, senkire se tudom. Tehát én minden éjszaka sakkoztam, hogy melyik csekket fizetem be. Igazából amiért addig dolgoztál, féltél, hogy elveszíted, hiszen ezért több év volt már mögötted. Nem azt féltettem, amit el, akkor amin a volt. Bizonytalanság, hát mit eszünk ami... holnap? Én csak ezt láttam. Mit adok a fiamnak enni? Mit mondok a kökömnek, ha bemegyünk a boltba, hogy nem? Érted? Igen. Engem csak ez érdekelt, és ezt mondtam neked, egy gyereknek egy gyerekkora van. Lehetsz te milliómos, amikor ő 32 lesz, mit mondja, gyere fiam, veszünk rollert, focit, bőrfocit, meg túlorudit? Mert akkor nem tudtam megvenni? Hát az már kit érdekel? Egy gyerekkora van, és úgy, ahogy én az én gyerekkoromban az a legjobb, hogy nem jön vissza, ez az egy biztos tudat nyugtat meg, hogy ez már többet vissza nem jön, érted? Őnek is ez az egy van. És ott muszáj valami szépre emlékezni, amire nekem nem volt, neki igenis minden pillanat, és erre büszke vagyok. Az én fiam egy kezemen meg tudom számolni, hányszor sírt. Érted? Akkor valaki meghalt, ha már ő sírt. A papa vagy a kutya. Érted? De amúgy nem sírt a fiam soha, mert nem volt oka rá. Mert az én gyerekemnek mindig fültőfülig ért a szája. Minden meg is adtál neki, gondolom ezért. Minden. Tehát amit ember el tud képzelni. Én 3 évig a terhes melegítőmbe jártam tetoválni, majd mindjárt elmesélem ezt is, hogy lett ez belőlem. De a gyerekem ráflalomban járt akkor is. Nem azért, mert ő igényelte, mert én igényeltem. És már érted, hogy miért, mert az elején kezdtük. Érted? Igen. Ez nekem volt fontos. Ez nekem volt fontos. Mindig mindent megadtam neki, és a gyerekek nem a tárgyaktól lesznek hülyék. Tehát bátran szülők, nehogy azt gondolt, hogy nem veszek neked egy jó kocsit, mert akkor hülye leszel. Nem, a gyerek attól lehet hülye, amit tőled látott. Semmi mástól nem lesz hülye. Nem a tárgyaktól, mindig el szoktam mondani, az angol királynak is van gyereke, Rolls-Royce-ba született, az mégse hülye. Na. Említetted, hogy nincs rokonotok, egymásnak vagytok. Mégis volt egy házaspár, akik nagyon nagy szeretettel voltak felétek, és úgy szintén. Igen, igen, ez úgy történt. Kik voltak, és hogy is vekedtek? Hát ők a mama és a papa, most úgy nem akarom annyira néven nevezni, aki ismer minket, az úgy is tudja, mert nem tudom, hogy szeretnék-e, vagy hát már csak a mama sajnos, mert a papa már nem él. Ugye én azt nagyon jól láttam már akkor a gyerek apjával, hogy igaz, hogy én terhes vagyok, de hogy arra kilátás sem, még se közel, se távol, hogy ő majd lesz a család fenntartó. Tehát az ott nem játszott. Ő a tankolását rendezte, meg a telefonszámláját kb. De tudtam, hogy nekem dolgoznom kell, és én pillanatokat lehetek otthon a gyerekkel annak érdekében, hogy mi meglegyünk. És elkezdtem keresni egy babysittert. És pont az átellen lévő szembes sarkon lakott egy néni, akinek 12 saját unokájuk volt, és pont akkor ment nyugdíjba, konyhán dolgozott egy iskolában, tehát ez a néni kb. Mindent tudott a gyerekekről és a palacsintáról, amit ember csak el tud képzelni. És akkor olyan szerencsém volt, először mondta, hogy hát a papa nem örülne, alig várta, hogy nyugdíjas legyen.
de elvállalt minket, és akkor én így tudtam dolgozni. Tulajdonképpen én 3 hétig voltam otthon a gyerekkel, akkor utána a mama néha vigyázott rá, de a gyereket ilyen 8 hónapos koráig, vagy 10 hónapos koráig minden nap jött velem dolgozni. Nekünk volt egy szivargyújtóról működtethető cumis üveg melegítőnk anyukám, és mi beültünk a kocsiba, és én ültem a plázába, a kasszába, és a lábammal rütyültem a babakocsit, és mi így dolgoztunk. Érted? Hát ő tudott aludni zajba is. Amikor aztán már nagy lett, és zavarta a zaj, és nem tudott ott pihenni, akkor maradt otthon ugye a mamával. Először ez egy kapcsolat volt, amit én órabérbe kifizettem. És amikor jött a baj és a probléma az életemben, akkor ezek az emberek soha többet egy fillért nem fogadtak el tőlem. A papa az olyan papa volt, hogy mint a saját unokáit ugyanúgy tanította a fiamat biciklizni, horgászni, nem volt pénzem, beleadott a biciklibe, amit el tudtok képzelni, hogy én ezt 4 milliószor háláltam meg, a mamát kivittem nyaralni, volt velem Egyiptomba, Törökországba, aranyba öntöttem mindent, szóval azt, ha robotporszívót kér, ha tévét, ha akármit, mindig minden ott terem, de ez a minimum. Tudod, hogy miért? Mert megfizethetetlen dolgot adtak a fiamnak, nagyszülők voltak. Én nem tudtam ezt már, sajnos a nagyanyám ugye már nem élt, és a legnagyobb dolog hiányzott volna a gyerekkorából, hogyha ők nincsenek. Úgyhogy így lettek a mama meg a papa, így is hívta őket, vagy egész életébe. Az apukája ő teljesen, tehát 2 éves kora óta nem volt része az életében, és az ő családja sem? Nem, sajnos nem. Sajnos nem, ő neki egy édesanyja van, csak sajnos nem. Sokáig haragudtam arra a nőre, de minél nagyobb a fiam, meg kell érteni az ő szempontját is, neki az a fia. Érted, neki oda kell húzni. Én másképp oldottam volna meg, tehát ha az én fiam ezt csinálja, akkor én úgy szájon vágom, hogy a faladja a másikat, és az unokámat nap mint nap látogatom, ez én vagyok. Ő nem egy ilyen karakánnő, nem vagyunk egyformák. Nem, soha többet, és utólag, tehát el kell mondjam, hogy nagyon meg voltam ijedve, miután én is egy ilyen összevisszaságban nőttem fel, mondtam, hogy nem igaz, hogy az Isten engem nem hallgatott meg. És amire a legrobban vágytam, és a legjobban meg akartam adni a fiamnak, az egy család, hogy nem lehet, nem lehet. És elmentem Kínomba egy ilyen klinikai gyermek szakpszichológushoz, vártam ott a nagy körmönfont megfejtéseket, a legegyszerűbb dolgot mondta az asszony, azt mondja, hölgyem, a gyerek a világ legképlékenyebb dolga. Ami van, az a természetes neki. Egy dolgot kérek, azt mondja, vagy legyen apja, és akkor mindig, vagy ne legyen apja, és akkor soha. Mert az, amikor megígéri, nem jön, becsapta, várta, nem hívta, nem vitte el, hazudott, azt teszi tönkre a gyereket. Hát mivel a van apját én nem tudtam választani, ezért választottuk a nincs apját. Mert az, még egyszer mondom, az az életvitel, az nem való egy gyerek környékére, azt nem kell egy gyereknek látni. Igazából még egyszer volt egy ilyen sztori, hogy még odaadtam neki és elvitte, úgyhogy most lehet, hogy hazudok, mert lehet, hogy az már ilyen 4 éves korában volt, most nem akarok hazudni, de szóval ez az, hogy a kapcsolat így megszakadt 2-től már teljesen. És akkor egyszer elvitte, és akkor egy ilyen jópofa humort elengedett, felhívott telefonon, hogy ő most megindult a gyerekkel a határ felé, és hogy most többet nem látod a fiadat. És akkor én nagyon ideges lettem, és akkor letettem, mondtam, hogy akkor most nem neked mondom el, mert felhevült állapotban vagy, és nem fogod érteni. Felhívtam az édesanyját, és mondtam neki valamit, ezt most itt nem szeretném közhírré tétetni, és mondtam, hogy figyelj, 1/2 órád van arra, ha ezt most megértetted, amit szépen elmondtam, hogy ide hazaérjen a gyerekem, 1/2 óra múlva otthon is volt. Én ebből azt a következtetést mondtam le, hogy ez az ember nem bízható, és nem kell neki többet odaadni. Úgyhogy itt volt a vége. Nem is ment a fiam soha többet, és utólag visszagondolva azt gondolom most, hogy jól csináltam. Mert stabil a gyerekem. Lelkileg, mert soha nem kellett olyan dolgot látni, ami nem való, soha nem csapta meg be senki. Egyet mondott még elnézést ez a pszichológus, és ez fontos lehet minden anyának, aki ezzel kilódik és egyedül neveli a gyerekét. Mindig hozzá kellett tenni minden mondat végére, kisfiam, hogy apád nincs, de én itt vagyok, és én soha nem megyek el. Rám mindig számíthatsz, és én soha nem foglak itt hagyni. És én ezt beleplántáltam a fiamba. Érted? És én akkor fogom elhagyni a fiamat, ha lábbal előre visznek. Addig biztos, hogy nem abban nyugodt lehetsz. Szerintem akkor sem. Hát, ja, még valahogy lejövök. Lehet, a többi nem tudta megoldani, de én még esküszöm, visszajövök. Igazából te beleszülettél egy rosszba sajnos, aztán tiniként is egy rosszba kerültél át. Igen. És utána felnőttként is csak a harcot láttam eddig, amit meséltél kapcsolataiba. Ó, és még csak most kezdődik, drága! Hogy hogyan lehet az, hogy még mindig tudsz mosolyogni, és mindig szeretettel tudsz olyan emberekről beszélni, akik igazából ártottak neked, de hát valószínűleg te egy ilyen abszolút pozitív személyiség vagy pont ez éltett téged, mert ennyi,
Tehát külön-külön is egy nagyon erős történet, nem hogy így egyben, egy emberen. Figyelj, fejbe bírni kell. Érted? Én egybe hiszek, minden fejbe dől el. A boxoló se azért nyer, mert neki a jobb egyenesebb, mit tudom én, mennyivel erősebb. Nem. Ő elhiszi magáról, hogy ő nyer. A boldogság az nem a körülmények kérdése. Persze, hogyha nem tudom, a ilyen telepen nézed és összedőlt a leégett a házat tegnap, akkor nem könnyű szemlélni a boldogságot, vagy hogy honnan szemléled. De igenis, a boldogság az egy döntés kérdése. Én minden reggel felkelek. Megköszönöm a Jóistennek, hogy egyáltalán felébresztett, nem? Mert nem kötelessége neki. 54 éves vagyok. Megköszönöm, hogy így szabad kinéznem. Jézusom, hát 20 évesen azt hittem, hogy ennyi idősen emberek meg is halnak, amikor én rájöttem, hogy még nem halnak meg, akkor legalábbis a kukába mennek már a nők, ami a fejüket illeti. Szóval én végtelen, van egy ilyen mondás, hogy akit az Istenek szeretnek, örökké megtartják gyereknek. Érted? Én infantilis vagyok. Nekem a fiam azt mondja, hogy anya, ebbe a kapcsolatban én vagyok a felnőtt. És ezt jogosan mondja, tudod? Szóval ez egy döntésnek a kérdése. Persze nem volt olyan könnyű boldognak lenni, amikor sakkoztam éjszaka a csekkekkel, és sírtam, mert éjszakákat, majd ide azért még hadd kanyarodjak vissza, mert egy évig a gazdasági válság után nem találtam az utam, hogy mi leszek, és mit fogok dolgozni. De nem lehet, ha egész életemben állandóan azon gondolok, hogy jaj, amikor kicsi voltam, és anyám megvert. Jaj, amikor ez az ember átüldözött a világon, hogy én nekem miért kellett 20 évet Győrbe tölteni számüzetésbe. Most jöttem egyébként, most költöztem vissza Pestre. Már így fél árbóccal, mert ugye félig azért Győrbe vagyok a fiammal. Szóval, ha mindig azt nézném, hogy mi nem megy, hát egy savanyú káposzta lennék. Hát naponta bejön hozzám 150 nő a munkámmal. Kriszti, egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány mosolyog belőle. Hát ez a baja, ez a rákfenéje a világunknak. Kényelmesebben élünk, gazdagabban élünk, jobban élünk, több technika szolgált ki minket, több tudomány, és boldogtalanabbak vagyunk, édesanyám, mint valaha. Mint amikor még nem volt kerek a kerék, és végig zögykölöttél, érted, a macska kövön. Hát boldogtalanabban vagyunk, mint valaha. Minél több mindenünk van, annál rosszabbul élünk lelkileg. Érted? Hát tudom, a foglalkozásom kapcsán, hát aki leül, stressz, szorongás, pánik, alvászavar. Ez az alap, ami minden nőnek megvan. Hogyan? Hát mi van veletek? Ti nem sütöttetek egy jót, nem haraptatok bele, nem szerettek, nem érted? Nem harapod a levegőt? Hát márciusban szerelmes vagy, akkor is, ha nem vagy, mert olyan a szél. Érted? Sajnálom őket, nem élnek. Senki nem él, és ez nem pénzkérdése. Ott a válságból hogy tudta kikecmeregni? Válságból úgy kecmeregtünk ki életem, hogy egy évig sírdogáltunk. Sírdogáltunk, és aztán egyszerűen minden, amihez én értettem, az okafogyottá vált a válság kapcsán. És nekem mindig valahogy így más szokott ilyen ötleteket mondani, akkor is azt mondta egy nem is tudom, egy barátnőm, hogy miért nem tetoválok. És értettem, hogy mit tetováljak. Aztán rájöttem, hogy mindig marha ügyesen sminkeltem. Tényleg nagyon éreztem ezt. Egyébként tudni kell, hogy ilyen 12 éves korom óta kenem, fenem az arcom, festegettem magam, stb. És elmentem egy smink tanfolyamra, arra már úgy kértem kölcsön szó szerint. És a Szegeden volt ez a tanfolyam, pár napot ott voltam lent, addig is a mamáik vigyáztak a fiamra, és soha nem felejtem el, hazafele jövett Győrbe, megálltam, az utcába volt a profi sminkes bolt, bementem, és mindent, amit láttam ennél a többszörös világbajnok sminkes nőnél, hát amit ő évek alatt hordott össze, hát ezt én gondoltam, hogy nekem mindent meg kell venni azonnal, mert én is majd mindjárt ilyen sminkes leszek. És hát itt a tanfolyammal együtt elköltöttem valami 1 millió forintot, és sose felejtem el, Tatabányán a Nagykanajba sírva fakadtam, de szó szerint potyogtak a könnyeim, hogy jó van, most megint kivágtam 1 milliót, ezt már kölcsönpénzből. De mi az Istenből fogom én ezt valaha megkeresni, amikor egy nappal is mink 1800 forintba került akkor, és a legfullosabb esti make-up volt 3500, és hogyha még az egész násznépet kifestetted, na az volt 10 000 forint, érted? És anyám, elkezdtem, elindultam ezen az úton, ha hiszed, ha nem, és képzeld el, hogy például volt a Tinának és az Emiliónak az esküvője, ezek már nagy dolgok voltak, ahol a Bangó Margitot én kisminkelhettem, Jézus, mekkora esemény. És elmentem, megtanultam tetoválni. Az utolsó kölcsönkért összeszedett pénzből smink tetoválni, soha nem fogod elhinni, és elmondom, hogy mitől lettem több. Néztem, mondom, de rondán tetoválnak ezek. Mária, úristenem, már mondom, mik ezek a barna izék, kiflik, érted, a szemöldök helyén. Meg ezek a ilyen fekete kontúrvonalak, biztos emlékszel. És én sminkes voltam akkor már, érted? Azt mondta nekem ez a csaj, akitől tanultam, nagyon büszke vagyok rá, ő a Dudás Barbara volt,
azt mondta nekem, hogy figyelj, nem tudom hány éve oktatok, de olyat még nem láttam, mint téged. A kezeddel még nem tudod, de a szemeddel látod, mi a hiba. Érted? Ma már értem a mondatot. És akkor elkezdtem, és olyat akartam tetoválni, amiért sminkelni tudtam. És ettől voltam több. A többiek nem volt akkor még fényképpel, senki nem dolgozott, kiírták. Burháború óta tetoválok, Kossuth Lajos óta, szabadságharc óta tetoválok, mindenki, tehát mindenki egy litániát. Nekem nem volt mint írni, nem volt múltam. Hát mondom, én kirakom a képet. Érted? És meghoztam ezt a divatot. Televágtam mindent fényképekkel. Nappal dolgoztam, és éjjel azt lestem, hogy hogy lehet jobban dolgozni. Érted? Kint néztem az amerikaiakat, az oroszokat, akkor világosodtam meg, hát mindenbe a világon a legjobbak az oroszok, legyen a sport, bármi. És addig néztem, mondom, hogy az Istenbe csinálja meg, hogy így néz ki. Hívtam az ingyen modelleket, ott is mindig ingyen dolgoztam. Ezt nálunk minden szakember átugorja, hello. Elmegy, kap egy papírt 20 ezer forintért a semmiről, egy másiktól, aki semmit nem tud, és ő másnap világsztár. Ő a mester, érted? Hát gyerekek, nincs lift, hello, lépcső, tessék használni, mert a siker ez hosszú távon. Igazán jövedelmező, jó üzletet te csak olyan alapos, alázatos, szorgalmas munkából tudsz egyik nem követ édesanyám porszemet a másikra építve. Másképpnek te nem leszel kutya marad, soha nem leszel senki. Ezek egynapos ilyen álom dolgok, amik holnap már elvitte semmi, az már elmegy, az enyészet elviszi. Na. Tehát tulajdonképpen átléptél egy másik szakmába. Átléptem, igen, sminktetováló lettem, évekig mindenem az állokba volt, évekig rakosgattuk a csekkeket. Az első, hozzá kell tennem, az első pillanattól nagyjából megéltem belőle, de tényleg olyan primitív szinten, hogy megetettem a gyerekem is Viszlát. Hát ebbe azért olyan képek hozzátartoznak anyám, hogy bement a gyerekem a Spejzba, ránézett azt a kis polcot, amit aranyom felért ilyen magasságba. Azt mondta, anya, nekem nincsen semmim. Azt mondta a fiam, anya, nekem nincsen semmi, érted? Ma már mindene van, BMW-je van, de amikor ezt meghallom, akkor kifolyik a könny a szemembe. Tudod, mi volt azon a polcon? Kubu. Érted? Meg dörmi maci, vagy mi az Isten az, amit eszik. Nem volt semmi, az se volt. Érted? De felálltam belőle. Én nem a sírból, a szakadékból, én nem tudom, honnan hoztam vissza magunkat. És akkor dolgoztam, mindig dolgoztam, nappal dolgoztam, tetováltam, éjjel azon gondolkodtam, hogy mit tudnék dolgozni. Beszéltem németül, angolul, állandóan lestem a külföldi oldalakat. Mondom, amikor megláttam az oroszokat, rájöttem. Hát ezek egy másik dimenzióban vannak, hát mi egy nagy semmi vagyunk hozzájuk képest. Néztem, lestem, volt olyan, hogy a technikáját addig néztem, folyt a könny a szememből, érted, kiszáradt. Mert nem mutatta direkt a képen a fene Edné meg őt, hogy kell csinálni. Persze, hogy nem mutatta, pénzért mutatja meg mindenki, de hát én azt hol tudtam megfizetni? És egyszer elkaptam, láttam, hogy jár a keze. Reggel fölkeltem, kírtam a Facebookra, ingyen tetoválás, gyertek. És addig csináltam a kiszobába, volt egy 8 négyzetméteres kiszobám, egy kozmetikai ágy fért el az asztal alatt, abba dolgoztam. Reggel elvittem a gyereket akkor már az iskolába, délután 4-kor mentem érte, és közte kellett megvalósítani magam. És olyanokat csináltam, anyám, hogy bepisílsz. Láttam Amerikában egy csávot, egy ilyen meleg, feka csávot, szemöldököket szedett. És kiment rá a tévé, az összes sztárnak ő csinálta, a Madonnától kezdve a Sherig, mindenkinek ő csinálta a szemöldökét. Áthívtam a szomszédasszonyt, annak se volt munkája, gyere ide, mondom, kiszedjük a hollywoodi szemöldököd lesz, feküdj le. Lefotóztam, kiírtam, hollywoodi szemöldök. Nem hiszed el, anyám, egy újságíró elolvasta. Másnap ott voltam az újságban, hollywoodi szemöldököt honosít Nati. Isten az atyám, ha nem mutatok így neked 10 cikket, nem volt én nekem se ismeretségem, senki, aki ezt megírja. De ilyeneket nyúlt az Isten a hónom alá. Tetováltam Erzsébeten, minden szombaton egy barátnőm odaadta nekem a kis szalonját, akkor nem kozmetikázott, ott tetováltam. Hát nem egyszer bejött a Gombos Edina. Az Aktívból. Hát egyszer csak világsztár voltam, ott állt minden este 7:30-kor a Gombos Edina az én szemöldökömmel. Érted? El tudod képzelni, hogy ilyen szerencsék vannak? 2 év után elkezdett menni. Egyszer csak azt mondja nekem egy nő, nem tanítanál meg engem? Én még jó ráta el, hogy tanítom, hogyan mondanám el, amikor így szenvedtem ki. Gondolkodtam. Hát miért kell nekem ennyit dolgozni? 12 órát meg 10-et szombaton. Reggel 7-kor elvittem a gyerekemet a mamához Győrbe. Felmentem Pestre. 9-kor bejött az első vendég, este 7-ig nem álltam fel. Érted? Ott vakultam meg, azért vagyok szemüveges. Érted? De mindent összetetováltam nekem. Ami van, az a két kezemből van, meg az egy eszemből. Érted? Mindenem. És akkor elkezdtem oktatni.
és az oktatáshoz elkezdtem gépeket, festékeket, tűket, technikákat, lézereket, mert a rossz tetoválásokat ki kellett szedni valahogy, érted? Én hoztam be a japán szemöldököt, a microblading-et, én hoztam be a hajtetoválást, a Ripper Feritől a Takács Nikolászig mindenként tetováltam a fejét. Olyan édes vagy, mert úgy csodálkozol, hát nem tudtad te se ezeket róla. Én amit csináltam, azt úgy csináltam, mint senki más. Ott is utáltak, hol mindennek elhordtam. Csináltam egy olyan csoportot, hogy no Photoshop, mert a többi, akinek nem a keze volt ügyes, csak a szája, mert a mai napig az összes szakember így van. Aki nem ügyes a kezével, az ügyes a szájával, az hazudik magáról. Kitettem, hogy ne használj Photoshopot, mert becsapod a vendéget. Lehet, hogy meg tudod mókerálni a képet, de a homlokán a szemöldököt nem tudod, édesanyám. Megutált az egész szakma, mindennek elhordott, amit csak el tudsz. Hát ott se nézték semmilyen szemmel, minden fórum tele volt rólam. Én hoztam be a hialuronpent, a tű nélküli töltést. Ma mit csináltak a kozmetikusok? Tűvel töltöttek, amit nem szabad, az csak orvos csinálhat. Nekem nem kellett, mert nekem ott volt a pen, belőttük a hialuront, érted? Nem volt törvénytelen. Szóval rengeteg mindent valósítottam meg abban a szakmában. Úgyhogy aki azt találja mondani, mert olvastam én is a neten, hogy nem ment, azért kellett bezárni. Nem azért, mert nem ment, hanem már olyan undorítóak voltak a tanítványok, és elnézést kérek, mert akkor volt az, hogy OK is volt a kozmetikus képzés. Nem volt olyan nő, aki eljött hozzám tanulni, megkérdezted, hogy milyen vastag a bőr, gyerekem. Hát abba akarsz dolgozni? Hát csak tudod hány milliméter? Nem tudták megválaszolni. Nem. És elég volt. Amikor már csak a lusta, akiben nem volt alázat, aki nem volt tehetséges, aki nem volt szorgalmas, amikor már csak az jött, akkor tudatosan elkezdtem nézni mást, hogy mire cserélem. Hát a sminktetoválással, édesem, én bekerültem a Who is Who-ba, a ki kicsoda, érted? A világon egy olyan lexikonban egy ilyen arany plakettem van róla. Ilyet senki nem kapott a sminktetoválásért, csak én. Hát én hoztam be Magyarországon, drágám, hogy minden egyes sminktetováló, aki nálam végzett, kutya kötelessége egy daganatos nőnek egy hónapban egyszer ingyen tetoválni egy szemöldököt. Mert az élet olyan, mint a tükör, ahogy én belenézek, az néz vissza rám. Érted? És a semmibe nem került. A bekerülési költsége, úristen, egy tetoválásnak, tudod mi volt akkor? 4000 forint. Na, hát ennyit szabad volt támadni egy olyan embernek, aki nem tudhatott, hogy életben marad-e. Így van? És kihullott mindene a kemó miatt. Szóval én sok mindent csináltam, csak a jóról nem beszélnek, az nem sik. Egy olyan világban élünk, életem, ahol sik lett patkánynak lenni. Elnézést kérek. Nézzél meg egy fórumot, menjél föl, nézd meg a Reddit-et. Amúgy nagyon büszke vagyok. Van vagy 5 bejegyzés rólam. Jobb vagyok, mint a Kulcsár Edina vagy a GVM. Érted, amit mondok? Sik lett arc nélkül hányni a másikra, és azt még 100-an belájkolják. Élettelen emberek. Amúgy nagyobb szolgálatot tesznek nekem, mint amikor a tévé kijön velem riportot forgatni, mert a negatív rekláma figyelem felkeltő. Ilyen, olyan, és akit érdekel, az utána néz. És aki az én passzol velem, az eljön. Érted? Akárhányszor csak a számra veszik a nevüket, annál érdekesebbé tesznek engem. Bármennyire is sikeres voltál ebbe a sminktetoválásba, te abba akartad hagyni, és mi volt a következő lépés? Megfáradtam benne. És nagyon szomorú vagyok, de lassan ott tartok a mostani munkámnál is. Ezt most 4 éve csinálom, és lassan hasonló idegállapotban vagyok, mint amiben akkor voltam. Tudatosan elkezdtem keresni, úgy, ahogy meghonosítottam ennyi új eljárást azon a szakmán belül, tudtam, hogy valamit, ami hasonló, ezen a pályán mozog, de más szeretnék csinálni, oktatni már nem. Akkor tudsz szívvel lélekkel valamit csinálni, ha imádod csinálni. Utána ez már csak egy kín, és csak a pénzért. És aki mindent csak a pénzért csinál, azt tudjuk, hogy azt másképp hívják, és a sarkon elnézést kérek. Szóval elkezdtem tudatosan keresni, elutaztam több lehetőségre, kiállításra voltam Törökországban, nem nagyon találtam azt, és egyszer csak képzeld el, hogy néztem egy videóra, lettem figyelmes az interneten, ahol valaki piercinget szúr, és 60 000 ember megnézi azt a videót. Hát mondom, hogy az Isten, hát a fülpiercinget kint mi történik ott? És elkezdtem nézni, és bement egy nő, sem akarok hazudni, hogy Parkinson vagy Alzheimer vagy valamilyen kórja volt, bement bottal, remegtek a lábai, megkapta a piercingjét, és kiment egyenesen bot nélkül. Akkor abba hagytad a sminktetoválást, és hogyan léptél tovább, hogy mi volt a következő lépés? Hát először még nem hagytam abba, hanem kerestem egy alternatívát, mert azért ez egy olyan űr volt, azért ez egy olyan prosperáló vállalkozás volt, ahol először is rengeteg embernek adtam munkát, és az egy nagyon nagy felelősség, tehát őnekik azért kell látniuk, hogy megyünk valahova, és ne az nem a tönkre, és nem hagyhatod azokat az embereket, akik benned hisznek, és érted dolgoznak, nem hagyhatod ott cserbe, olyan nincsen.
Szóval kellett egy olyan alternatívát találnom, ami engem újra boldogát tesz, amiben újra az örömömet lelem, de ugyanazokat a számokat megcsinálja, mint az a vállalkozás csinálta egy évben. És utaztam több helyre a világba, és nem igazán találtam azt az eljárást, vagy módszert, ami tetszett, vagy munkát, vagy szolgáltatást. És egyszerre az interneten felfigyeltem egy videóra, ugye nagyon sok helyen, többek között például Amerikában is óriási hagyományai vannak ennek, úgy hívják, hogy date és anxiety piercing, ott is egy nagyon megosztó tevékenység, amit én aztán Magyarországon migrén és semmen piercingnek kereszteltem el. Teljesen más szinten üzöm én ezt, mint ahogy annak idején én külföldön az alapokat láttam, én oda 3 napra kirepültem, az egy igazi ilyen tetováló piercing szalon volt, fültágítós, farmeres emberek félhomályba. Én tudtam, én már akkor láttam benne, tehát nehogy azt hitt, hogy én ilyen beképzelt vagyok, hogy én ezt már jobban tudom, mint ő. Én mindig látom, hogy ebben milyen nagyon sok munka kell hozzá, de hogyan akarom megvalósítani. És tudtam, hogy én ezt a magam szempontjai szerint, a magam mércém vagy elvárásaim és maximalizmusom szerint akarom megcsinálni. Hazajöttem, én az első 600 darab piercinget édes Krisztám ingyen szúrtam be, és ezt itt szeretném is lefektetni, hogy ezt hiányolom minden más szolgáltatónál, amíg nem tudom, hölgyeim és uraim, hogy esznek vagy isznak valamit, addig azt rohadtul ingyen csinálom. És ezt minden műkörmös alá fogja tudni támasztani azt, amit én most mondok, mert akármilyen tanfolyamot végeztek el, hazamentek, és az egész családot lereszelték csontra, még a uszkár kutyának a körmét is, mielőtt elkezdték pénzért a vendéget reszelni. És én ezt hiányolom, ez Magyarországon nincs. Na, ezen az első 600 piercingen felnőttem, mert az összes gyerekbetegséget ennek a szolgáltatásnak megtudtuk, akkor tudtuk meg, hogy milyen autókláv kell hozzá, honnan vegyünk tűt, milyen ékszerekkel kell dolgozni, milyen garanciát kell vállalni, stb. 4 hónapig behánytam egy 20 milliót ebbe. És akkor nagyon keveset mondok, és ez 4 évvel ezelőtti 20 millió, nem mai. Érted? Passióból. Mert megtehettem, mert már az előző vállalkozásomból én patentul álltam anyagilag, hát hiszen már 10 évig csináltam azt. Szóval én nem ebből gazdagodtam meg, hogyha valaki eleve ezt ugye minden relatív gazdagságnak tartjuk, meg eleve, hogyha... Igen? Nem gondolkoztam ezen, hogy... De ez nagyon relatív, igen. Igen, pont ez az. Szóval másnak, tudod, ez nézőpont kérdése, én nagyon messze tartom magam attól. És volt egy kérdésed a férfiakkal kapcsolatosan, amit én még nem válaszoltam meg, és tudom, hogy adós vagyok vele. És figyelj rám, ha egy nőnek szerintem alapból az ösztön, amit a genetika, a biológia, a minden adott, a történelem, az evolúció, az az, hogy egy nőnek igazából egy férfi oldalán kell megtalálni a biztonságát. Én ott nem, én ebben nem voltam szerencsés. Pocselekvésként én az anyagi biztonságot teremtettem meg magamnak. Mert én nem tudok magam mellé állni, szőrös, bajuszos lenni és tesztoszteront sugározni. És hozzábújni se tudok, érted? Ezért én bebetonozom magunkat. Ami mindenre nem jó, de nagyon fontos, és ezt minden nőnek ajánlom a figyelmébe, ne szolgáltass ki magad senkinek a kényének és a kedvének. Mert az egy nagyon uri-muri, ami olyan, mint egy orosz rulett. Meghúzod reggel, amikor felkelsz, van bengolyó, nincs bengolyó. Érted? Egyszer csak lesz, mert egyszer csak lesz egy, aki nálad csinosabb, fiatalabb, érdekesebb, és nem is kell, hogy külső tulajdonságokkal rendelkezel. Ma már nem azt a világot éljük, amikor a nagyanyám meg a nagyapám 62 évet húzott le, mert ott kimondták, hogy holtomiglan, holtodiglan, és az úgy is volt, és főleg, hogy a bajba, betegségbe, stb. Nem hagyjuk el a másikat, ez ma már nem játszik. Ma édesem, hogyha otthon kihűlt a káposzta, akkor az úriember fellapozza a Facebookot, és tele van káposztával, frissel, meleggel, gőzölgővel, tetszik tudni. És ez vice versa így van, mert egy olyan világot élünk, hogy ma már nem csak a nők érdekből párosodnak, hogy finom legyek, tudnék erről mesélni, hölgyem. Tudnék, érted, amikor szép kocsival jársz, és látják, hogy jó világ van. És annál szomorúbbnak nem tartok semmit, mint amikor egy férfi nem tud egy szelet kenyeret se teremteni, amit a saját szájába belerakjon, nem, hogy még egy egész családot megedetessen, nem? Mert amióta a világ, ő elmegy, levadásza, hazahúzza, az, hogy megfogja, és jó megsüti. Érted? Lehetséges, hogy te azért is vagy egyedül, ha egyedül vagy, mert erről még nem beszéltünk konkrétan. Igen, majd beszélünk róla. Mert te annyira erős jellem vagy, és annyira, tehát, hogy te igazából mindent megcsinálsz magatoknak, ahogy mondtad, hogy megteremtesz mindent,
és igazából azt a bizonyos tesztoszteront, azt pedig bármikor, bárhol te is megtalálod. Ettől összetettebb a kérdés, kérem. Én mindent bárhol megcsinálok, és nekem valóban nem szükségem semmilyen fronton egy férfira, pedig azért elég kiszolgáltatott vagyok egy világban, mert szőkeként, nőként, drágám, annyi esélyed van az egész életbe, mint mondjuk az autószervizbe. Ott ugye azért nem sok van, ugye látod. Tehát ahol tudnak, átvágnak, mert ugye mind azt hiszi, hogy hülye vagy. Tehát abba egy se gondol bele, hogy ezt nem örököltem, nem váltam jól, nem a lottón nyertem, hanem én csináltam, és akkor azért valami észnek csak kell lenni, mert ennyi szerencsém azért nekem se lehet. Szóval nem, képzeld el, hogy pont fordítva van, aki ilyen nagyon férfi az életben, és én 10 pasit kiteszek, és annyi pénzt is csinálok, mint 10 férfi, az a magánéletbe pont a még erősebbet keresi, és ezt nehéz megtalálni. Érted? Azt, aki nekem azt mondja, hogy na drágám, most maradjál csöndben, az gyere szépen kulogjál mögöttem, mert majd én tudom, hogy hova megyünk. Semmire nem vágyok jobban, mint arra, hogy egy rohadt napig ne kelljen gondolkodnom, mert egy olyan pali legyen mellettem, aki gondolkodik helyettem, és én arra rámerem magam bízni, mert ő még jobban gondolja, mint én. Na itt a nehéz. Életem ezután még a fél életemet sem meséltem el, egy 10 percet sem belőle, vagy hogy mondjam, és akkor mondjál valakit, aki olyat tud mondani, amire én tátva marad a szám. Mint borjú az új kapura, nem? Pont ezt akartam kérdezni, hogy van ilyen férfi szerinted? Néha azért akad, igen. A legnagyobb probléma az a korkülönbség vele. Ugye azért látsz engem 54 évesen, és akkor aki, és tisztelet a kivételnek, és nem akarom megbántani, aki az én korosztályom, az azért nem pont így néz ki férfiba 54 évesen. Ami még engem nem is zavarna, mert én tudok a szívemmel látni abszolút, és én nem vágyom a kockásasra. Én tudod, mit szeretek? Amúgy külsőre, hogyha beszélhetünk erről, én azt szeretem, aki régen sportolt, és most meghízott egy kicsit. Érted? Én azt a fedett izomzatot, amikor még látszik, hogy olyan jó feneke van, tudod, izbosz, combok, meg itt jó válasz, de már azért ő már igazából nyugton el van a kanapén a távirányítóval és jó sok nokedlivel, tehát én már azért ezt szeretném. De most viccet félretéve, az én korosztályom az vagy nem azt hozza férfibe, mint én nőbe, és ez nem csak a külsőre, hanem az életvitelére. Én azért engem nem tudsz megölni sem munkával, semmivel, anyám, én 5-kor kelek, és éjfélkor fekszem, még nyomok mellé 10 TikTok videót, hétre így ki vagyok festve, mint ahogy most látod, elvezettek 2 háztartást, érted? Jó, van benne természetesen mindenhol segítségem. Egy hónapban csinálok 1000 piercinget, 4 év alatt 50 000 piercinget szúrtam be. A hivatalos magyar rekorder vagyok. Mit akartok tőlem, akik engem mertek kritizálni, érted? Olyan kis pályatársaim, szegények mernek rám mondani valamit. Hát ha az összes izéjüket összeadjuk, nem szúrtak annyit, amennyit én ingyen csináltam az elején, hogy tudjam, miről szól. Szóval nehéz, drágám, nehéz velem tartani a tempót. Általában érdekes dolog, amikor én fiatal voltam, akkor ez ment, mint amit meséltem Imrével, 20 éves lány járt 40-50-60 éves férfivel. Akkor is ezt ugyanúgy megbeszélték, ne félj, csak akkor még nem volt rá internet, akkor még be kellett ülni a kávéházba hozzá, hogy kipletykálják. Ma megfordult, kérem szépen, a divat. A fiatal fiúk az életükből adnak 3 évet az idősebb nőért. Betegek, nem tudom, és én kérdezem őket, gyerekek, mi van veletek? Hát annyi szép, csinos lány van, érdek mind, csak azt nézi, hogy mit tud vetetni, nem azt kérdezi a fiútól, hogy mit sportoltál, mi a kedvenc ételed, hova ez, milyen mozit nézünk meg, milyen kocsit van, mennyit keresel. Ki vannak a fiúk is ám, érted? Amikor a fiam megkapta tőlem a születésnapjára a gyönyörű autóját, akkor rám nézett, nagyon örült egy pillanatig, már rám nézett, és azt mondta, anya, én neve becsületes, tisztességes lányt nem kapok. 17 éves volt akkor, és ezt már tudta. Hello, hol vagyunk? Érted? Szóval nehéz dolog ez a férfi sztori, és amikor van ez a nagykor különbség, most az, hogy ugye a világ egyik leghíresebb, ismertebb példája, az például Macron és a felesége, aki 27 vagy 28 évvel idősebb a felesége, és még a tanárnője is volt, ugye? Csak ott ugye kevesebbet beszélnek róla, hogy azért, mert intelligensebb az a nép, vagy mert nem, akkor nem jó sajtósnak lenni, azt ugye nem tudjuk, de senkinek semmi köze nincs hozzá, azt az a két ember tudja. Azért vannak együtt, mert boldogok, vagy mert valami közös érdek, vagy cél, vagy szándék összefűzi őket. Ez csak egy ilyen magyar virtus, hogy itt mindenki jobban tudja, mindenki halál rossz házasságokban él, az adósság tartja össze őket, érted, de ő elmagyarázza, hogy te miért nem csinálod helyesen. Senkinek semmi köze nincs hozzá. Ahogyan a vallási hovatartozásodhoz, a politikai nézeteidhez, a nemi hovatartozásodhoz senkinek sincs semmi köze. Csak Magyarországon annyira primitívek az emberek, hogy nem azt mondja, hogy elmondom neked az én véleményemet és az én szempontomat, hogy tudj egy másik alternatívát, és hát ha akkor te is másképp látod majd, nem.
itt rád erőszakolják, beletaposnak a földbe, itt az a jó, ha a Gizi azt mondja, hogy csempeszámnak kell lenni, akkor nekem csempeszámnak kell lenni, én nem töltethetek bele hialuron, mert a halott vagyok, érted? A halál fia a Gizi szerint. Ki a Gizi? Sose tudjuk, mert a profilképe egy macska egy virágcserépbe, Gizi. Na, érted? Nagyon sokan bántanak az interneten? Persze, rengetegen. Mi az, ami ténylegesen fáj? Amivel bántanak? Az igazságtalanság. Az, hogy 75 millió forintnál többért adtam ingyen piercinget ez alatt a 4 év alatt. Betegeknek, szociálisan rászorulóknak. Olyan gyerekeknek, akiket láttam, hogy az anyjuk egyedül hozott el, és magamra ismertem. Mert a kutya nem kérdezte meg, amikor egyedül voltam a fiammal, hogy van mit ennetek? Egy szelet párizsit nem adott senki, érted? És látom rajta, hogy nem tudom, honét kuporgatja össze. Félrehívom, anyuka, gondot okozott a piercing árát előteremteni? Lesüti a szemét, már tudom. Már megy ki, nem fizet semmit. És ezt egy nap 10-szer. Én minden nap elajándékozok, ahányszor dolgozok, 3-500 ezer forintot. Ezt megkérdezheted a lányoktól. És amikor nem ezt olvasom az interneten, mert azért áldja meg az Isten, egyszer már meg lehetne emlegetni, de olvasom ezt is, persze, ez természetes, mert hálásak és tüneményesek. De mi a hír Magyarországon? A negatív hír, a hír. Itt a jónak nincs értéke. Hát itt, ha teszel valami jót, akkor azt nem szabad kiírni, mert akkor az van, hogy te kérkedsz vele. Érted? Csak a rossznak van értéke. Eljutottunk odáig, hogy nők egy fórumon oda hánynak valamit, és 100 másik nő lájkolja, és ezt egy nő egy másik nőre hányta. Hello, hát ha mi nők nem fogunk össze, akkor kivel kéne összefognom, a jeges medvékkel? Vagy kik téne támogassanak engem, a torkos borzok? Vagy kicsoda? Hadd kérdezzem meg. Szóval nagyon az irítség és a rossz indulat az megölte Magyarországot. Nem tudok más mondani, csak ezt akármilyen bután és csúnyán hangzik. Megtanultál egy új szakmát, felfedezted azt, hogy Magyarországon te vagy az első, aki ezt ide behozza, és akkor meghonosítottad a Shaman piercinget, illetve a migrén piercinget. Ugye ez nem az első volt, amit meghonosítottam Magyarországon, és nem az első, amit lemásoltak és elloptak. Tehát ezt már lassan kezdem megszokni. Itt viszont azért nagyon rossz ez, mert ennek tétje van. Mindaddig, amíg a smintetoválásnál is volt tétje, jó van, akkor nem volt olyan csinos a szemöldök, az egy dolog, de ki lehetett javítani, vagy mit tudom én mi. De ott az embereknek nem én voltam az utolsó reménye. Most olyan emberek jönnek már hozzám, akikkel nagyon sokszor az orvosok, vagy mindent végigjártak, és senki nem tudott rajtuk segíteni. Ugye képzeld el, hogy ennek az 50 ezer elkészített piercingnek a visszajelzéseit, mi egy katalógusba szedtük egy ABC sorrendbe, ahol te lenyitod az A, mint arcidegzsábától, az N, mint neuropátiás fájdalomig, az asztmán, a Úristen, az epilepszián keresztül, a mindenig, érted? És 180 féle problémára tudtam már segíteni a piercingeimmel. És amikor itt az embereket becsapják azzal, hogy lelopják a márka nevemet, ami egy Európai Uniós védjegyoltalom alatt álló márkanév, a Shaman és a Shaman piercing, amit én kőkemény pénzzel megfizettem, és ő azt hiszi, hogy ugyanarra megy el, mint amire hozzám, érted? És akkor még ráadásul még a helyes szúrás irányt se ismerik, tehát olyan roncsolást okoznak a porcon, sokszor innen a koponya mellől szedem ki a piercingeket, hát a hatásról arról nem is beszélve, és ebben lejáratnak engem is, és nem csak így járatnak le, hanem szándékosan. Tehát tudok mutatni neked olyan példákat, ahol az egyik piercingesnek a férje kiírja, hogy én ugyanazzal a sztűvel megszúrok több embert. Érted? Azért, hogy az ő bánatos feleségéhez bárki a világon elmenjen. Nem megy el senki, mert a te feleséged egyszerre műkörmös, pedikűrös, hajhosszabbító, meg még piercing szúró kutyafüle is, meg kutya kozmetikája is van egyszerre. Tehát az, hogy ő neki fogalma sincs, hogy én nekem egy tűrendelésem, az hány millió forint. Hogy azt én Angliából repültettem be, ami most már nem EU, tehát még pluszba el is kell vámoljam, mert amivel ő szúr, azt a rokona lopta ki neki a kórházból jó esetben, azért van rajta az összes kis fedél a kanülbranül infúzióhoz, na most az egy piercing tűn, nem kell, hogy rajta legyen, minek. De most az arra alkalmas, hogy a vékony vénafalat átszúrjuk. De hogy a porcot a fülben nem, az biztos. Érted? Tehát ő olyan messze van ettől a szakmától, mint Makó Jeruzsálemtől. Mindenki irigyli a végeredményt. Mindenki. Ahogy mondtad, akkor hazajöttem, 600 darabot készítettem ingyen. Beletoltam egy jó 20 millió forintot így kezdésnek, hogy jó lessen. Érted? A semmire, mert amikor kimondtam azt, hogy majd elmúlik a fejfájásod, meg tudsz aludni egy fülbevalótól, akkor azt mondták, hogy te hülye vagy. Hát te meg vagy, te bolondulva.
Megőrültek, elmentek otthonról? Hát jó, hogy nem azt mondtam, hogy a székkel meg tudom mondani, hogy mi lesz holnap a lottószámokat. Kb. Ugyanúgy néztek rám. Majd egyszer ezzel is jövök el még. Úgyhogy kérlek szépen, ráköltöttem egy csomó pénzt a próbálkozásra, hogy megtudjam, hogy mi hogy megy, milyen felszerelés, mit kell csinálni, hogy kell venni. Aztán rengeteg nyomtatványt, ügyvédet, beleegyező nyilatkozatot, utóápolólapot, a szereket, a tűket, az ékszereket, a világ minden tájáról, az autoklávokat, a sterilizálókat, az ultrahangot, nem tudnám elmondani. És mindeközben azt, amiből éltem, és ami a nagyon sok pénzt hozta, azt parkolóra tettem, mert egyszerre két lovon nem tudsz ülni. Szépen lassan kifuttattam, és amikor még senki nem hitt benne, csak én, akkor átálltam erre. És akkor jött egy nagyon nagy szerencse, mert mondtam neked, hogy az Isten mindig adott nekem lehetőséget, nekem meg mindig volt hozzá szorgalmam. Soha nem fogod elérni, hogy mi történt. Anyukám felhívtak a rádió egyből, a Balázséktól, hogy menjek el élőbe, szúrjam meg a Janit. És nagyon sokáig gondolkodtam rajta. Mindenki más, úristen, megyek a rádióba, érted? Féltem, hogy visszaüt. Mert ez a Balázs, ez egy nagyon jó pofa gyerek, de ha elkap egy ilyen fonalat, és valami nem tetszik neki, akkor ez szétcincálja, mint Floki a lábtörőt. És mondom, ha engem itt megcsinál a reggeli műsorba, én ebbe az országba, ebben a munkával pénzt nem tudok keresni, vagy ezt a munkát végezni, nem tudom. És nem fogod elhinni, elindultam a fiammal, meg akkori egyik kolléganőmmel Pestre, és ahogy mentünk, arra szóltunk a körúton, mentünk ehhez a rádióállomáshoz, egyszer csak megszólalt a Rákóczi Feri: kedves hallgatóink, elnézésüket kérjük, hogy ma csak mi vagyunk ketten a vadon Janival, mert a Balázsnak jött egy hirtelen lehetőség, egyik pillanatról a másikra elmehetett Katmandúba meditálni. És én így felnéztem, és mondtam, hogy Istenem, köszönöm. Én csak ennyit mondtam, és megfogtam a rózsafüzért a tükrömön. Hát ha ezt nem a jó Isten intézte nekem, hogy aznap a Balázs nem, hát mennyi volt ennek az esélye? Pénteken még ő zárta a műsort. És ez hétfőn volt, amikor a rádióban voltunk, ha jól emlékszem. Az esélye nulla volt. Érted? És ott maradtam két nagyon jó pofa sráccal, akik nem álltak belém. A Peller Marian volt a másik meghívott vendég, aki abszolút nyitott az ilyen ezotéria és stb. Irányába. Lement a műsor, édesanyám, elindultam haza Győrbe, és egyszer csak így kezd csinált a telefonom. Pitty, 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 pitty. Pitty, 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 Győrig. Győrig volt 200 foglalásom. Érted? Szóval itt nem kellett azt végcsinálni, mert amúgy egy új munkánál két évig tolod bele az energiát, ha jó vagy, akkor elkezd menni, és négy év után karriert csináltál. Itt egy picit korábban és olcsóbban, könnyebben kaptam, a jóisten itt a hónom alá nyúlt. Vártál akkor a sikert a Shaman Piercingtől? Álmodni sem mertem volna. Hittem benne nagyon. Nagyon akartam, mindig ez egy jellemző dolog, és itt szeretném mondani mindenkinek, hogy nem elég, hogy van egy jó ötleted, vagy találsz valamit, ami jó, nagyon-nagyon jól össze kell rakni, alapjaitól össze kell rakni, és borzasztóan sokat kell benne dolgozni, ilyen szerencsefaktorok kellenek, mint amit elmondtam, és csak a saját kitaláció tud nőni, virágzani. Ugye ezért mondom azt mindig, hogy a lopott üzlet, abból soha nem lesz semmi, mert nincs egy saját gondolatod, amit hozzátegyél. Szóval nagyon hittem, nagyon akartam, nagyon csináltam, mint mindent eddig az életemben, de erre nem gondoltam volna, nem. Őszintén nem. És mégis azon gondolkozol, hogy lesz majd egy váltás. Erről beszélhetünk. Igen, elfáradtam. 50 ezer piercinget szúrtam be. Nagyon nagy menet volt, mert 4 év alatt csináltam ezt meg. Értelemszerűen az első 1-2 évben nem volt ekkora kereset rá. Az idei évben, most már ugye november vége van, több mint 12.000-13.000 piercinget csináltunk csak ebben az évben. Az azt jelenti, hogy több mint havi 1000 piercinget. És gondolt bele, 50 ezerszer csak oda menni, hogy szia, miben segíthetek neked, ugye? Szóval nagyon-nagyon nagy menet volt. Tehát akkor is dolgozom, most is például a hétfőn beinekciózták a lábam ilyen viszér probléma miatt. Én egy szót nem mondtam senkinek, hogy ott álltam egy szorító harisnyába, de kedden délután már ott álltam, érted? És ebben nem sajnáltatni akarom magam. Hanem amikor a konkurencia mindent megtesz, hogy úgymond lejárasson engem, és az egyik fő érvük az, hogy én ezt futószalagon csinálom, hát kérem szépen, futószalagon csak akkor lehet csinálni valamit, hogyha ennyien állnak rá sorba. És nem azért jönnek ennyien, mert én pisztolyt tartok a fejükhöz, hanem mert hála Istennek jó, amit csinálok. Ugye régen úgy hirdettük magunkat, hogy egy Salgótarján méretű városnak segítettem, ott van azt hiszem 35 ezer lakos. Most képzeld el, hogy pont most írtunk erre rá ki egy játékot, hogy mondjanak városokat, ahol kb. 50 ezer ember lakik, hogy most már úgy aszerint mondjam azt, hogy mit tudom én, egy Eger méretű, vagy most mit tudom én, Szeged méretű városnak segítettem.
Szóval elfáradtam egy kicsit, és a legtöbbet ez a másoló, akik a védjegyemet bitorolják, vette ki belőlem. Óriási pereim mennek, hogy legyen egy viszonyítási alapod, egy olyan ügyvéd, aki valóban jártas és jó ebben a védjegyjogban. Ott 35 ezertől indul egy óradíj, plusz áfa, kérem szépen. Érted? Szóval ezek milliók, amit kivesz a zsebemből, és nem a zsebemből, hanem valahonnan ezt el kell vennem, és sajnos például onnan ugye a rengeteg jótékonyságú ingyen munkából, mert az embereimnek a fizetéséből stb. Nem vehetem meg, szóval ez tényleg egy gyár, és a beszerzése is akkora, a ráfordítása is akkora. Tehát nem tudják, hogy amikor mi elmegyünk vidékre, hogy ne a vendégnek kelljen Pestre utaznia, az 2 millió forint. Csak az, hogy elindultunk. Azokkal a kocsikkal, a 20 millió volt a busz hozzá, szóval, és nem akarok itt így számokba belemenni, de a tavalyi évben több mint 135 millió forint adót és járulékot fizettem ki. Érted? Ez csak egy elvonás volt, amit itt most mondok. Szóval itt befele, de kifele is nagyon nagyok a számok, és itt nagyon észen kell lenni, és ez tényleg egy gyár lett. Ami miatt elfáradtam lelkileg, az egyik oldalt az a rengeteg karaktergyilkosság, az a borzasztó lejáratás, amit a konkurencia, én a hatásban nem nevezem őket annak, hanem akik, ezek általában olyan szépségipari dolgozók, akik a saját szakmájukban sem sikeresek, mert egy jó kozmetikus, egy jó műkörmös, egy jó tatara, annak nincs is ideje mást hozzávenni, hiszen arra van ráállva, arra van a gépparkja, az egész eszköze, berendezése, mindene, és a munka ideje is. Tehát ha már neki egy nem megy, akkor vesz valaki még egyet hozzá. És ők mindent megtesznek minden fronton, tehát nem elég, hogy ezt ellopták, ellesték tőlem, és olyan jót találtam ki, ezt hallgass meg, Kriszti, hogyha ők rosszul, hatástalanul csinálják, nem fair módon, mert garanciát se vállalnak, még így is megélnek belőle. Na, akkor nem az van, hogy hálásan csendben a fal mellett elosonnak, hanem ahol lehet, kikezdenek és lejáratnak. De hát ezzel vannak a perek, stb. A másik oldal, amit elfáradtam, az nagyon sokszor a vendég, rengeteg hálás tüneményes vendég van, de tudok neked olyanokat mutatni, egyszerűen irítségből. Tehát én egy nő vagyok. Akitől én ezt láttam, ő például egy farmer nadrágos, fültágítós fiú. Ő rá nem féltékeny, nem irít senki. Jó pofa, viccesnek találják, stb. Megosztó vagyok. És igenis, nagyon sok nőnek sajnos nem vagyok szimpatikus. És tudom, hogy hiába mulasztom el a fejfájását, hiába mulasztom el a változókori tüneteit, hiába tud aludni tőlem, akkor se fog soha szeretni. Soha nem fog szeretni. Ma mutattam neked egy-két ilyen típusú üzenetet. Vannak nők, akik képzeld el, felmegyek a netre, és 4 éve ugyanazt írják oda a nevem alá. Kiírod valóban a nevem, és van alatt a 100 hozzászólás. Hát képzeld el, hogy beleéghettem a retinájába, és mi történt vele 4 év alatt, ami mindig ott tart, hogy én rám fúj. Szegény. Érted? Csinálok ebből vicces videókat, sokszor a TikTokon, nem engedem magam, beleállok. Nagyon szeretik nézni, azért csinálom őket. De elfáradtam a munkába, elfáradtam egy kicsit az embereknek az embertelenségében, és megmondom őszintén, mivel hála Istennek úgymond anyagilag már erre, azért erre az erőltetett menetre nincs szükségem. A jövő év nekem ugye általában 2000-2500 ember van előjegyezve, tehát mi már azt mondom, hogy tavasz végéig meg vagyunk már. A jövő évet még letoljuk a lányokkal, és utána megbeszéltem velük, hogy egy nagyon éles váltás jön. Elég volt. A fiam jövőre leérettségizik, nagyon büszke vagyok rá, mert nagyon-nagyon jó gyerekem van, még sokat nem beszéltem róla, és nagyon nem is akarok, mert ő már felnőtt, és akármit mondok, jaj, anya. Én sokat nem kértem tőle, ennyit kérek, nem akartam a magam meg nem valósult álmait bele erőszakolni a fiamba, hogy én most ügyvéd akartam lenni, vagy mit tudom én mi. Nem mindenki olyan, hogy 6 egyetemet fog kiseggelni. Én azt gondolom, hogy a fiam az nem az, ő lesz az, aki ezt csinálja. Én nekem egy kérésem van, vagy az Istenhez és a gyerekemhez, olyan dolgot csináljon, ami szeret, mert akkor tudsz valamit jól csinálni. Jézus, hát napi 12 órát kell csináld ahhoz, hogy megélje belőle. Szeresse, és tudja magát eltartani belőle. Ez a két legfontosabb kritérium az én számomra. Érted? A megélhetését tudja belőle biztosítani, pontosan azért, és ezt látja tőlem kiskorától kezdve, hogy senkinek ne legyen ezen a világon kiszolgáltatva. Mert ez te az embereknek a jóságára, a segítségére, a szeretetére nem számíthatsz. Mindenre számíthatsz, de a jó indulatukra nem. Ezt az egyet kérem tőle, és egy érettségit kértem, mert az a minimum, ezt tessék prezentálni, úgyhogy ezt csinálja, sportol, egy heti 4-et edz, boxol, gyúr, eszméletlen jó kép, úgy néz ki, komolyan mondom, mint egy amerikai színész,
imádom, hogy ugyanolyan kis piperkőc, mint én, öltözködik, stb. Szóval nagyon minden örömöt, amit az Isten megadhat ebbe a gyerek vállalásba, nevelésbe, azt én egyszerűen megkaptam. Mi egy védés dacszövetség vagyunk a világ ellen. Érted? Tehát ő a mindenem, és tudom, hogy én vagyok neki a mindene. Szeretnék jó anyós lenni majd, nagyon, tudom, tisztában vagyok ezzel. Ha nem egy kis aranyásó jön, akkor én őt mindenre számíthat tőlem. Nekem engem nem zavar, hogyha egy ruhája van, tőlem kap 4000-et, érted? De a fiamat szeressene a körülményeit, mert ha azt meglátom, akkor a szemét kikaparom, érted? De próbálok majd ebbe visszavonulni. Már egy kicsit vissza is vonultam, ugye sokkal többet élek Pesten. Ott hagytam ugye a teljes körülményt, tehát az abszolút mindene megvan a fiamnak, van, aki ott gondoskodik róla, főz, most takarít, tehát semmibe ügyelje, ő ezért egy kis férfi, tehát ő neki ez nem való. De akarom az önállóságra tanítani, nevelni, stb. Be kell járjon dolgozni, úgyhogy nagyon sokat dolgozik most már a cégnél, és ez valakinek az érdeme, és szeretnék róla szót ejteni, mert van valaki az én kis életemben, aki mindjárt elérzékenyülök, majdnem olyan fontos nekem, mint a gyerekem maga. Ő az én igazából helyettesem, de leginkább nem is tudom, hogy barátomnak, mert olyannak tartom, mintha a lányom lenne, őt Rebekának hívják. 4 éve dolgozik most már velem, és hát talán azt szabad mondani, hogy az ebben az életemben meg nem született lánygyerekemet találtam meg benne. Az ő sorsát is próbálom nagyon jól tángálni, segíteni. Szándékomban is van a későbbiek során, főleg, hogyha visszavonulok, akkor még jobban, és érdekelté is tenni őt az én vállalkozásaimban, bár már most is érdekelt. Nagyon szeretem azt a kislányt, ő most pont fel annyi idős, mint én, mert 27 volt most pont a hétem. És olyanok a fiammal is remélem, mint a testvérek, de tényleg olyanok, neki sincs senki, a fiamnak sincs, ezt az Jóisten is így rendezte, látod? Van egy ilyen mondás, hogy a Jóisten a barátokkal kér bocsánatot a családodért. És szerintem náluk ez történt, és van egy ilyen nyugalom bennem, hogyha én majd nem is leszek, ők biztos, hogy életük végéig fogni fogják egymás kezét, és ez kutya kötelességük is, mert még föntről is szétvágok, ha nem így lesz. Úgyhogy én a Rebekának rengeteget köszönhetek, tehát nem is élhetnék ilyen úgymond gondtalan életet, szóval, hogyha ő nem lenne, én megőrülnék, érted? Az a lány olyan okos, olyan szorgalmas, és most csak elnézést, hogy csak őt emeltem ki, mert minden kolléganőt, aki nálunk dolgozik, és vannak még sok ilyen kislány, van egy irodavezető, mamaja, ő is egy csoda tényleg. Nagyon közeli, nagyon jó a kapcsolatunk, de nem ilyen egyike se. De annak ellenére azt gondolom, hogy nem kivételezek soha senkivel, nálunk nincsen pofázás, rossz hangulat, rossz légkör, tehát mi olyanok vagyunk, mint egy család. Ha nekem jó, akkor nekik is nagyon jó. Tehát amennyire a lehetőségeim engedik, kell ők nekik is érezni, hogy miért dolgoznak. Nem lehet, aki magyaróval fizet, az majmokat kap. De ezek a lányok is elfáradtak. Sokszor a vendég, sajnos, és itt nem akarok általánosítani, és nem akarok senkit megbántani, de egy példa. Ma is elmulasztottam egy gyereknek a fejfájását, amit senki nem tudott előttem, orvosok se, és az anyuka, hogy hát visszaírt, elmúlt a gyereknek a fejfájása, de egy kicsit meg van sértődve, ahogy csalódott bennem, ahogy a múltkor viselkedtem. Tudod, mi történt? Elmondtam neki, hogy a gyereke fülebe van gyulladva, és kezelni kellene. Szóval ez például egy olyan pont, amit a vendéggel soha nem fogok tudni feloldani, az utóápolás, nem rajtam áll, nem vagyok ott, egyedül otthon kell elvégezni, nem végzi, nem olvass el a lapot, egyszer átfutja, valami megragad benne, nem nézi meg a fülét, honnan is tudná, hogy éppen milyen állapotban van, hát ha arra nem veszük a fáradtságot, hogy egy nap egyszer megnézzük, hogy mi van. Sokan nem veszik a fáradtságot arra, hogy ápolják a piercing helyet? Ó, dehogy is, egyáltalán nem. Azt gondolják, hogy ez egy fülbevaló, mint csecsemőkorban kilukasztják, és egy életen át megvan. Nem. Ezek funkcionális ékszerek, amikor megállítják a fejfájásodat például, az egy terhelés a porcnak, a szervezet segíteni akar, és hogy hűtse a porcot, folyadékot küld oda, pont mint egy égésnél, tudod. Csak ott nem az ujjadon lesz egy vízholyag, hanem a füleden. Nem értik ezt a hatásmechanizmust, nem foglalkoznak. Figyelj, 14 éves volt a fiam, amikor szúrtam neki egy piercinget, mert neki is fájt a feje. Soha egyszer nem kellett ránéznem, hozzányúlni. Elmagyaráztam neki, mit kell csinálni, értelmszerűen megcsinálta. Tehát általában itt mindig, de most ezen is sokan meg fognak sértődni, de ez engem már nem érdekel, hogy ki sértődik meg. Őszintén elmondom neked, Kriszti. Egy kultúrországba, ha elhozok egy ilyet, mint ezt a Shenmen piercinget, és segítek, most az 50 ezer piercinget azt nem 50 ezer embernek szúrtam, mert van, aki 2-t kért meg, már végén 4-et kapott, vagy ha mind a két fülébe volt, de egy 40 ezer embernek markánsan megváltoztattam az életét. Ott engem édesanyám szentté avatnak. Érted, amit mondok? Ott kapok egy glóriát, és mennybe menek. Ez Magyarország.
itt te nem tudsz proféta lenni a saját hazádba. Itt mindegy, hogy mennyi jót csinálsz, itt egy rossznak 10 000-szer nagyobb hírbe megy, mint egy 1 000 000 jónak. Érted? És én a hálátlanságba belefáradtam, nem kell én nekem megmenteni az egész emberiséget, ha nem hagyja magát, nem? Hát minek erőlködök én? Majd az jön el, aki akar meg, akinek jut hely. Én azért dolgozok úgymond idézőjelbe futószalagon, hogy aki a hányásig fáj minden nap a feje, annak ne kelljen fél évet várni rá. Én ezért állok a beinjekciózott harisnyás lábommal is, érted, minden nap. De ha ez nem jó a népnek, akkor nem kell ezt csinálni. Majd visszaveszek a tempóból, és akkor majd vagy vár egy évet, vagy szedi a gyógyszereket. Érted? Mert ezt tudja még csinálni. Szóval nem kell már minden áron mindenkit megmenteni, és igenis keresem a lehetőséget, sajnos lelkileg hasonló állapotban vagyok, mint voltam annak idején, amikor a sminktetoválást abba hagytam, keresem a lehetőséget, hogy mire váltsak. És mivel a fiam ugye már lassan nagy, és mondtam neked, egy éve van a suliba, kitaláltam egy nagyon aranyos kis vicces kis márkát, ilyen kis humoros kis ajándéktárgyakat, remélem, hogy betölt egy kis rést, vagy van erre egy rés a piacon, jobb minőség, mint általában, szóval próbálok, nem akarok még most róla beszélni, nehéz itt őzni. Igazából tavasszal lesz egy ilyen nagy szék, amivel majd debütálunk ezzel. Remélem, hogy sok mindenkinek fog tetszeni. Én már nem akarok, tehát nekem már úgymond megteremtettem mindent, neki is, magamnak is, az öregségemre is. Ezt már csak itt szépen szörmentén fenn kell tartani. Szeretem nagyon, amit csinálok, mert nincsen nagyobb dolog annál, mint amikor leül az ember, fáj a háta, megszúrom, és az a pillanat, ami rám néz. És nem hiszi el, hogy elmúlt. Érted? És ezt én már megkaptam 20 000-szer, 30 000-szer, hogy fájt a feje, leült, megszúrtam, és elmúlt, és rám néz. És az az arc, az a tekintet. Én ezért dolgozom, érted? És persze a legtöbb ember ilyen, de én is olyan gyarló vagyok, mint mindenki, hogy a rossz marad úgymond meg bennem. És hát nem kell én nekem mondom minden áron erőn felül. Ez jó végszónak is, de én még azért belekérdeznék abba, hogy az egész életedben mi az, amit a legeslegjobban megbántál, ha van ilyen? Igen. És mi pont az ellenkezője, ami szerinted a legeslegfantasztikusabb, ami veled megtörtént? Oké. És nagyon jót kérdeztél, és olyat fogok rá mondani, hogy sose gondolnád. Azt bántam meg a legjobban, ameddig féltem. Azt bántam meg legjobban azokat az éveket, amit elvett tőlem az élet, mert féltem. Féltem, hogy mit szólnak, féltem, hogy mi lesz, féltem, hogy éhen halunk, féltem, hogy meghalok, nem tudom felnevelni a fiam, féltem, hogy nem lesz pénzem, nem lesz mit ennünk, féltem, féltem, féltem. Tudod, mióta nem félek? Pont 4 éve. 4 éve, október 20-a óta nem félek. Amióta ezt az első piercinget az a srác nekem beszúrta, akinél az alapokat én annak idején láttam. Mondtam neked még az elején, hogy erről fogunk beszélni, nekem homlok egyenes megváltozott az életem. 180 fokot. A lét elviselhetetlen könnyedsége. Érted? Vannak problémáim, mert kinek nincsenek, és én azt mondom, hogy mindenkinek ugyanolyan fontosak a problémái, csak a problémák végén a nullák száma változik. Megoldom őket, amelyiket tudom, és nem betegedek beléjük. Régen én mantráztam magamba, hogy ha ez lesz, akkor én mit fogok csinálni. Na most ezek a ha-ból 99-szer meg se történt, és én annak a meg nem történt, nem létező problémáknak a megoldását mantráztam magamba. Érted? És ez megölt minden napomat. És ezt a tanácsot tudnám mindenkinek adni. Ne éljél a múltba, mert elmúlt. Benne van a nevébe, és nem is tud visszajönni. Ne éljél a jövőbe, mert nem történnék meg. Érted? Próbáld ezt ma itt kihasználni, mert nincs megígérve. Ma is, amíg ezt itt forgattuk, kaptál te is egy sajnálatos hírt, érted? Olyan gyorsan vége tud lenni, hogy körül se tudunk nézni. Tehát úgy kéne csinálni tényleg, és nagyon hülyén hangzik, mintha az utolsó napod legyél. Egyél, szeress, élj, menjél, utazz. Csináld, mindegy, hogy mit, csak történjen már veled valami ráz, mintha föl akarnám rázni a népet, hogy érezze már, hogy él. Hát nincsen semmi bajunk Jézuson, most egymásra néztünk, amit te, hogyha szabad így elmondani, ismeretlenül egy 17 éves fiú halt meg, ugye daganatos betegségbe. Ránéztünk a Mónival, te nem voltál ott, mert éppen telefonáltál. Egymásra is azt mondtuk, hát nincs is nekünk semmi bajunk, Móni. A te kölyköd is egészséges, meg az enyém is. Hát akkor mi bajunk van? Érted? Annyira el vagyunk már kényeztetve, annyira te jó Isten, hogy már semmi nem jó. Semmitől nem tudunk boldogok lenni. Nők, nem tudunk egymásra mosolyogni, nem tudod azt mondani a másiknak, egy, de szép szemed van, de ügyes vagy, ilyet tudsz horgolni.
Érted? Nem azt mondjuk, fúj, hogy nézel ki, ha nem szülted meg rendesen a gyerekedet, hanem császárral, akkor nem is vagy anya. Nem érted ezt? Egyik nőnek a másikhoz ez jön ki a szájából. Mi van itt? Hát meg vagytok keseredve, érted? Hát azért gyűlöltök engem, mert ragyogok, mert fülig ér a szám reggeltől estig, pedig nekem is van problémám, érted? De nem hagyom magam ebbe lehúzni. Amíg kell, az a vállalkozásom szintjén beleállok, és megvédem magam, de mint embert, mint privát engem, hol érdekel engem ennek a keserűségnek a véleménye? Hát nekem nincs róla semmi véleményem, én nem is ismerem őt. Mert nekem van teljes életem, egészséges ember nem bánt mást. Dehogy bánt, csak segít. Csak segít, semmi más gondolata nincs a másik emberhez. Az beteg, annak a lelke beteg, a szíve beteg, érted, aki a másikba beleáll. Mennyire vagy boldog? Én most azt gondolom maximálisan. Persze lehetnék még, hogyha mindig nézném, hogy mim nincs meg, lehetne egy jó párkapcsolatom egy korban hozzám illő férfivel, mert csak ővele megyünk egy irányba. Ugye beszéltünk már, ezt pedzegettük, hogy egy ilyen érdekes divat lehet, hogy most a fiatal fiúk nagyon szeretik az idősebb nőket. Számomra érthetetlen, bár régen mi fiatal lányok szerettük az idősebb férfiakat, számomra érthetetlen, szóval. De még egyszer mondom, ez két emberre tartozik, mert ők tudják, hogy boldogok együtt. De egy valamit biztosan lehet tudni, én nem ugyanabba az irányba megyek, mint egy 30 éves férfi, mert én már onnan megjöttem, ahová neki még tartania kell, mert kell, hogy alapítson egy családot, stb. Stb. Szóval ez hosszú távon, minnyáján tudjuk, hogy ez lehet egy jó időtöltés, vagy bármi, egy kellemes barátság, de nem lehet egy hosszú távú kapcsolat. De nagyon nehéz az a hosszú távú kapcsolat kérdés, és ez valóban nem csak a korom múlik, hanem nekem például azon múlik, számomra a legszexibb része, vagy vonzóbb része egy pasinak az az agya. Tehát úgy kell működjön anyukám, mint a svájci óra. Ahhoz, hogy én nekem őt megkívánjam másképp is, hogy finom legyek és nőjes. És ezt nagyon nehéz találni. Tehát vagy azt az elemi őserőt kéne találni, érted, amitől tudom, hogy ha jön a kartfogú tigris, akkor ő megvéd engem. Hagyjuk meg ezt az illúziót, bár tudjuk, hogy sosem jön el a kartfogú tigris, vagy pedig mondjon olyan okosakat, hogy tátva maradjon a szám és csüngjek az ajkán. Nehéz, marha nehéz, mert már engem az élet megpróbált, kipróbált, ki is köpött már, érted? Annyi mindenem mentem keresztül. Úgyhogy ez nincs, de majd, ha jó Isten azt gondolja, akkor adja ezt. Addig adott nekem annyi feladatot, hogy 0-24-ben vagyok egy nap, érted? Tehát ezt észre se veszem. Szórakozni, meg annyi üzenet jön egy nap, érted? Annyi pasitól, gyere vacsorázni, gyere ide, gyere oda, hogy már attól nőnek érzed magad, hogy 20 ír egy nap, hogy Jézusom, de szép vagy. Mi az, amit nagyon megmentel esetleg, ha van ilyen az életben? Ezt, amit mondtam neked, hogy sokáig féltem. Tehát féltem önmagam lenni, féltem a jövőtől, mindig ebbe a saját magam által kreált ilyen vészhelyzetbe voltam, érted? Mint hogy emberi állandóan. Kapcsolatokban esetleg volt-e olyan, ami... Igen, ami... túl sokáig tűrni. Nem szabad. A túl sokáig tűrést abszolút az bánta meg, hogy túl sokáig tűrtem. Ezt nagyon megbántam. Úgy az Imrével való kapcsolatom, ahol mindig arra kentem, hogy ővel ez a tragédia történt, és ezért nem szabad őt itt hagyni, ebbe magára hagyni, ami lehet, hogy a lelkiismeretemnek jót tett, de elvett az életemből. Túl sokáig tűrtem sajnos a gyerek apjának az életvitelét, de azért azt még időbe léptem meg a gyerek szempontjából. Volt aztán közben egy férjem, azt is szabad így elmondani, egyszer viccből férhez mentem, de ez csak azért viccből, mert nem voltam még férnél, mondom, nem ám azt mondják, hogy ez a nő itten hajadó fönn a lánykori nevével halt meg. És nekem egyébként minden ilyen kapcsolatom, ez egy ilyen Facebookon kezdődő sztori, és ő is így rám írt a Facebookon, külföldön élt, akkor már 10 éve egy európai városban, teljesen minden, nem akarok róla így beszélni. 6. napon felült a repülőre, hazajött, 3 nap után megkérte a kezem. 4 hónap után hozzámentem stílusosan, senkinek nem mondta meg, egyszer csak délután fél ötkor kiírtam az asszony nevemet, a Facebookra megváltoztattam a nevem. Rettentő jó fej volt, egy tüneményes pasi volt, sajnos ő neki is volt egy ilyen függő szenvedélye, mivel nem ismeri senki, vagy hogy mondjam, nem járatom levele, el lehet mondani, ő sajnos gyógyszer függő volt. Nem tudtam erről a dologról leszokatni, úgyhogy egyszerűen muszáj volt őt elhagyni, sikertelen volt, csinált butaságot, ebből a butaságban nem hagytam magára, tehát azt kirendeztem, hogy azt megoldódjon neki, mert ott is úgy voltam, hogy nem tudtam volna a tükörbe nézni, ha nem segítek neki. Aztán elváltunk, és szépen hazament magának, szóval azért ezt is megpróbáltam. Valószínűleg ezért, amit mondasz, hogy egy elég erős egyéniség vagyok,
pont talán ilyen emberek, akiknek nem olyan erős a jellemük bizonyos dolgok miatt, mint például nála, könnyedén kapaszkodnak belém. De a túl sokáig tűrni, és ez az emberi kapcsolataimban sok mindenkit neveltem ki magam mellett, dolgozókat, akik közel kerültek hozzám évek alatt, az én segítségemet tudták megvenni, az első kis kocsijukat, stb. Van olyan, képzeld el, a mai napig abból él, amit nálam tanult, sőt, még azt is oktatja is ugyanúgy, ahogy én nálam látta. Biztos ez neki rosszabb lehet, mint nekem, mert én csak adtam neki, neki milyen rossz lehet, hogy neki hálásnak kellene lenni nekem, és nem az. Szóval inkább ezt, szóval ne tűrjetek, nem, az nagyon sok nő annyira rossz kapcsolatba él, mint ahogy te például, hozzuk a gyerekkoromat. Olyan rossz gyerekkoromba éltem, mert nem is gondoltam bele, jó, én akkor kicsi voltam, hogy milyennek is kéne lenni egy ilyen igazi gyerekkornak. De egy felnőtt nőnek azért tudnia kell, hogy egy kapcsolat nem arról szól, hogy őt mindenféle tehénnek elhordják otthon, érted? És vágják a hátán minden nap a fát. Szóval, ha te nő vagy, akkor neked boldognak kellene lenni, egy olyan férfi mellett kellene lenni, drágám, akitől a bugyid lesz nedves, és nem a zsebkendőt, hogy finom legyek is nőies, és egy olyan pasi, akinél hercegnő vagy, és a tenyerén hordoz. És ha ez nem így van, akkor te nem jó helyen vagy. És azok az okok, amit a nők mondanak maguknak, hogy innen nem lehet eljönni, mert. De hogy nem, olyan nincsen, és ezt én tudom a legjobban, mert én a legvadabb helyről is eljöttem. Egyébként a gyerekem apja is, mivel így nem beszélünk azért róla, azért voltak neki is ilyen frázisai, hogy majd sírva fogok könyörögni, hogy elhagyhassam a várost. Ó, anyja, mondom, te is sok Eddát hallgattál, drágám. Hát, ha egy Farkas Imrétől nem pisírtam össze magam, ha nem haragszol, akkor nem tőled fogom. És hát ezt meg is mutatta az elmúlt 18 év, ugye a gyerekem már akkora, hogy azért nem is volt okom nekem megijedni tőle. Csak akkor ezt nem látod, tehát a korlát, a sorompó az csak a fejedbe létezik. Tessék felnyitni, mert igenis mindenki a saját sikerének a kovácsa, és határ a csillagos ég, főleg a mai világban már nincs az, hogy csak férfi csinálhat karriert, ő nem. Köszönöm szépen. Még talán egyet szeretnék kérdezni, vagy mondani inkább, hogy egy pár alkalommal, amikor találkoztunk, nekem feltűnt az, hogy olyan szenzitív vagy, olyan érzéked van ahhoz, hogy kin kell és kiken kell segíteni, hogy te tényleg hatalmas szíved van, és nem tudsz elmenni a földön fekvő ember mellett. Nem is akarok, és elmagyarázom neked, hogy miért nem. 10 segítesz, ebből olyan 8 megérdemli, és hálás érted. De azt hiszem, nem azt jelenti, hogy én elvárom, hogy ottan, tehát állandóan én nekem gazsulálni kell. 2 undorító. De azért, mert 2 undorító volt, és ezt a tapasztalatot megszereztem, hogy lehet azon a 8-on nem segíteni. Akinek szüksége volt rád, senki nem segített rajtuk, és még szeret is érte. Érted? Ez benne van a pakliba. Ennyit el kell tudni károlni, de még mindig inkább én nézek bele a tükörbe, mint az, akinek egész életében, képzeld el, azzal kell együtt élni, hogy volt egy nő, aki miatt nem fáj a fejem soha többet, tehát megváltozott az életminőségem elmondhatatlan módon, és én görény voltam vele. Na, ezt az ellentétet oldja fel ő magába, nem én fogom. Érted? Én mindig bele akarok nézni a tükörbe. És ahogy Teréz anya mondta, attól még soha nem lett senki szegény, mert adott. Soha. Nem attól fogsz elszegényedni, mert adsz. Érted? És ez kutya kötelességem, és nekem az Isten mindent megadott. Hát azért adta ezt a munkát is. Nem csak azért, hogy jó megtömjem a zsebem, mint a hörcsög, hanem hogy segítsek vele, és tudod mit? Én annyira istenfélő ember vagyok, hogy néha gondolok rá, hogyha ezzel nem jó bánok, mi van, ha egyszer nem működik? Mert a többi mind azt mondja, jaj, ez csak akupunktúra, nem kell, ezt ki lehet mérni, tanulni, veszik ezeket az elnézést, már majdnem mondtam miket, 20 000 forintért az internetről ilyen masszázskészüléket, ami majd sipol, hagyjuk már ezt, érted? De akkor nekik miért nem működik? Hát ha ezt mindenki meg tudja tanulni, és olyan egyszerű, miért nem működik? Én nem hiszek ebbe. Én azt hiszem, hogy ez a Jóistennek egy kegyelme. Minden egyes alkalom, amikor én egy embernek a fájdalmát el tudom venni. Érted? És én ezért hálás vagyok neki, és ezért tartozom neki. Annyival, hogy igenis tegyek vele ingyen jót, mert ha nem egyszer megbüntet, aztán majd nem lesz mindjárt hatás. Majd ott fogok állni, és várom, és már kérdezem, fáj még a fejed? Azt kérdez, egyszer rám néz, és azt mondja, hogy igen. Hát össze is pisilném magam, elnézést. Érted? Én hiszek ebbe, én nem tudok. Miért? Mindent meg tudsz magyarázni. Mindennek exaktnak kell lenni. Hát hogy az Isten, miért te elhiszed, hogy ettől majd a kisgyereknek napi 50 epilepsziás rohama volt, és amióta beszúrtam neki, egy sincs. A méhecskét beraktam neki. Hagyjuk már? Na, exakt. Köszönöm szépen. Szerintem, aki ezt a beszélgetést meg fogja nézni, az tényleg megismeri az igazi Dévényi Natáliát. Nagyon szépen köszönöm, és ez is volt vele a célom, Kriszti. Mivel már nem akarok minden megbízást elvállalni, mert hála Istennek nincs rá szükségem. Az jön már csak el hozzám, akivel passzolunk. És aki ezt a riportot meglátja, és irigy, és rossz indulatú, és én nem vagyok szimpatikus, az fusson el a világnak. De ne jöjjön el hozzám. Aki meg eljön, az biztos, hogy engem akar, ha még ennek ellenére eljön, amit itt ma hallott.